Az egész vodot meg fogom nézni. Ice is azt mondta, hogy nézzem meg, mert kíváncsi a véleményemre. Az öreg Ice havok. Kíváncsi vagyok! Na! Látod? Tényleg kíváncsi. Az én véleményem számít a legtöbbet. Az Ice írta, hogy nézzem végig. Ice, ez nézhetetlen. Ezt most annyira őszintén mondom, és semmi rossz indulat nincs bennem, de ez tényleg nézhetetlen. Az eneva.com egy játékokkal foglalkozó piactér, és több mint 20 000 termékkel rendelkeznek, hogy a játékosok igényeit teljesíteni tudják. Az eneva.com a piacon a legjobb ajánlatot hozza el bármely játék esetében. Úristen! Tökéletes Trustpilot értékelés! Tehát a játékélményed és a vásárlás is akadálymentes. Ez is megbízhatóak. Hogyha valami nem működik, akkor kapni fogsz egy újat, ebben biztos lehet. Hé, nem jó a kulcsom? Már is segítenek? Haló, nem jó a kulcsom? Ó, itt egy új neked! Az eneba.com-on nagyon könnyen tudtok vásárolni, gyorsan és olcsón, szóval ajánlom nektek, a leírásban található linkeken eléritek az oldalt. Kétokos.hu a legjobb? Igen, a kétokos.hu az, vagy TikTok videóra vezet. Nem kell ide promóció, elég ellopni. Sziasztok! De megnézem az egész vodot. Na most már ő is szab. Most már két okos is szab. Számomra teljesen etikátlan, hogy 4500 ember előtt, akik valószínűleg 14 év alattiak, azt közvetítjük feléjük, hogy a lopás az mennyire vicces és mennyire menő, és azt kell, hogy mondjam, hogy elég rossz példát közvetítetek a nézőitek felé. Beszéltem több cosplayerrel is, de erről majd a későbbiekben beszélek. Rengeteg üzenetet kaptam, hogy hogyan viselkedtetek velük. Volt, aki miattatok, bizony miattatok, nem mert már másnap a cosplaybe kimenni, mert olyan szinten megbántottátok, hogy nekik egy teljes mértékű lelki traumát okoztatok. Kajak. Egy hazai kézműves kisvállalkozó számlaképességét több ezer ember előtt élőadásban megkérdőjelezni, továbbá az illatvíz termékeinket a kábítószerrel egy mondatban említeni, hát őszintén megmondom, meglehetősen rossz. Erre nem is emlékszem, de majd a vodban meglátjuk úgyis. Szul érintett minket. Úgy, hogy ti tudtában vagytok annak, hogy a nézőitek nagy része kiskorú, egyáltalán nem szabadna azzal viccelődni, amivel az előbbiekben viccelődtetek. Igen, mert azt mondták, hogy be kell szagolni a izét, gyertyát, és akkor beállnak tőle, vagy valami volt, ha milyen poén, nem? Mellett nagyon tisztenetlenül beszéltetek a húgommal és a barátnőjével, amit én nagyon nem nézek jó szemmel, hiszen a húgomért bármit megtennék. Hát, hogyha ilyen random emberekkel beszélgetnek, az általában kínos szokott lenni, igen. Ezt én is tudom problematizálni amúgy. Ezzel csak full kellemetlen helyzetbe hozták a csajt. A mai napon kimentünk a Vikivel, barátnőmmel a Mondokon rendezvényére, rengeteg staffossal, szervezőkkel és cosplayerekkel is beszélgettünk, akik nem győzték taglalni, hogy mennyire rendbontó és kellemetlenül viselkedtetek a rendezvényen az előző nap. Láttuk a közleményeteket, amiben természetesen mindent tagadtok. Azonban a livestreamben, amire ti is hivatkoztok, pontosan látszik, hogy milyen értékeket közvetítetek a nézőitek számára. Ezekről az értékekről a későbbiekben szeretnék és fogok is videót csinálni. A rengeteg jelenleg is kikerülő témát tárgyaló videók és posztok mellett én személyesen rengeteg e-mailt és üzenetet kapok arról, hogy ti hogyan bántottatok meg másokat. Azt állítottátok, hogy a közösség nem fogadott be titeket. Azonban ti mentetek egy olyan rendezvényre, ahol olyan fiatalok vannak, akiket ti szemmel láthatóan elítéltek. A későbbiekben szeretnék majd kitérni nem csak a mi ügyünkre, hanem a másokat ért bántalmazásra is. Annak reményében, hogy ti is lássátok azt, hogy mennyire károsak azok az úgynevezett értékek, amiket ti közvetítetek. Várom a videót, kíváncsi vagyok rá. Amúgy egyet tudok érteni vele. Not gonna lie. Mindjárt megnézzük, hogy mi volt, amit kiírt a jégbarátunk. Nem is gúnyolták ki a cosplayeseket, ez fasság. Hát meg akarom nézni, vágod? Meg akarom nézni a live-ot, a vodot, és akkor kiderül, hogy tényleg fasság vagy nem. Akkor lehet csak átfogó véleményt alkotni, hogyha megnézed és saját véleményt alkotsz, nem pedig másnak a véleményét mondod el. Ezért kell megnézzem, mert az meg mindent mondtak már nekem az emberek, az Ice full mást mondott, mint amit ezek a lányok mondanak. És amúgy mindkettőjükkel beszéltem. Szóval kíváncsi vagyok rá. Itt van az a kis dagadget. Nagyon szuper. Nézzük. Sziasztok, valószínűleg mindenki hallotta a mondogonos pletykákat, illetve egy klipet, ahol a KDS ellop egy illatgyertyát. Itt szeretnék pár gondolatot megfogalmazni ezzel az egésszel kapcsolatban az én szemszögemből. Aki ismer minket, tudja, hogy a Mondokon az nem a mi világunk, de mivel júliusban minden nap streamelünk, szerettünk volna minél színesebb adások érdekében kinézni nyitottan, mivel érdekelt minket, hogy mégis mifán terem ez az esemény. Hogyha alapból nem a ti világotok, akkor az már kicsit emiatt is necces, hogy lehet, hogy úgy fogsz reagálni, hogy megsértesz vele valakit. Én emiatt is nem mennék alapból Mondokonra, mert nem az én világom.
Tehát nem keres, nem, nincs ott keresnivaló. Semmi rossz indulat nem volt bennünk, és senkire nem tettünk egy rossz megjegyzést sem az élőadás során. Végigmentünk, bemutattuk a standokat, nézőkkel fotózkodtunk, és megnéztük, milyen cosplayek vannak kint, amiket egytől egyig megdicsértünk, mivel tényleg nagyon igényesek voltak. Furrikkel is találkoztunk, akik odajöttek hozzánk önszántunkból képet készíteni, és meglepően jót beszélgettünk. Így történt, a live-ban szereplő emberek 90%-ával ők jöttek oda hozzánk, nem pedig fordítva, és jól éreztük magunkat. A maradék emberektől, akiket megszólítottunk, pedig mielőtt mutattuk volna, megkérdeztük, hogy szabad-e. Úgy távoztunk a helyszínről, hogy mennyire pozitív csalódás is volt ez, nem gondoltuk volna először, hogy ilyen jó fogadtatásban fogunk részesülni, és hogy ilyen jó fejek lesznek az emberek egytől egyig. Ehhez képest őszintén nem is értem a kiindulási pontját, de azon van tele a social media, hogy mi cosplayes lányokat aláztunk meg, beszóltunk Furriknek és még egyéb rágalmak. Bárkinek vissza lehet nézni az élő adást, semmilyen nem történt, tisztelettel és nyitottsággal látunk az ott lévő emberekhez, amit úgy látszik, viszont mi nem kaptunk meg. Ott, akik odajöttek hozzánk és beszéltünk velük, kivétel, ők mind jó fejek voltak. Akik viszont a fentebb említett dolgokat állítják, és akik ezeket pörgetik, nagy valószínűséggel merem állítani, egy percét nem látták a live-unknak. Hát de azt az egy percet lehet, hogy látták azért. Csak a szimpla jelenlétük annyira triggerelte őket, illetve a felénk érzett utálatuk, hogy már ha meglátnak minket, arra asszociálnak, hogy mi ott zargattuk az embereket, amire bevallom, adhattunk okot a múltban, de most más volt a helyzet. Még egyszer mondom, nyugodtan nézze vissza bárki a teljes adást, és ilyenre nem volt példa. Én nem fogom szidni ezt a közösséget, nem úgy, mint ők minket, viszont nézzem mindenki magában, miután lére nekem, hogy halljak meg, mert elolvasott egy anonim Facebook posztot, amiben minden állítás hamis. Sajnálom, ha egy ilyen stigma alakult ki körülöttünk, viszont gyűlöletkeltés sose volt a célunk, annál inkább keltik a gyűlöletet az emberek az irányunkba. De mi tűrjük viszont a hazugságokat, nem tudom tolerálni. Hát azért a gyűlöletkeltés az lehet, hogy nem volt a céljuk, de azért néha azért becsúszott. Volt rá példa, autipajs 100%-on pörög. Figyelj, én nem tudom, hogy ez most igaz, amit itt az Ice írt. Köszönjük szépen a Lidl-nek, hogy támogatja vagy kópium. Ezt kell kideríteni. Ezt kell kiderítenünk. Na nézzük, várj, van folytatása, nehogy azt higgyétek. Amikor a standokat mutattuk be, oda hívott magunkhoz, messziről ordítva kettő lány, hogy menjünk oda hozzájuk is. Ebből már azt feltételezzük, hogy ismernek minket, és tudják, hogy milyen jellegű élőket csinálunk. Bemutattuk a termékeik. Viccelődtünk, nevetgéltünk, és kértem tőlük egy gyertyát, hogy hadd próbáljam ki otthon, mivel tetszett. Nem kaptam, amivel nincs semmi probléma, természetesen csak azt hittem, azért hívnak oda, hogy bepromózzák a termékeiket, ami végül így is lett. Figyelj, amúgy én nekem ez az egy problémám van ezekkel az IRL streamekkel, hogy én mindig azt vettem észre, hogy az ICE, vagy lehet, hogy KDS, lehet, hogy mindketten, ők azt hiszik, hogy azért, mert náluk van egy telefon, aminek a másik végén van több ezer ember, azért ők ingyen megkaphatnak bármit, és ez kurvára nem így működik. Amikor kint voltak Bécsben, és ettek a Five Guys-ban, akkor is azt mondogatta az ICE, hogy meg lehet oldani vajon, hogy ingyen kaját kapjanak a Five Guys-tól promó miatt? Milliómosok vagytok, tele vagytok pénzzel, ne? Ez annyira szánalmas, hogy folyamatosan ingyen akartok mindent, ezt csak így halkan megjegyezném. Hol tartottam? Jó, igen, promó, igen, bepromózták. Ekkora felhajtás még nem övezett egy pár ezer forintos illatgyertyát. Ugyanis történt a következő. KDS a visszatérő gegjét eljátszva zsebre rakott egy ilyen gyertyát. Most, hogyha az egy visszatérő geg, hogy valamit elloptok, az amúgy, az szintén amúgy elég rossz. A haverok között van ilyen, hogy valaki ellop az asztalról valamit, vagy elrakod a spanodnak egy újtóját, és nem szólsz neki, vagy nem tudom. Vagy a telefonját elveszett poénból, az egy teljesen másik dolog, mint az, hogy egy idegen embert meglopsz, és ez a poén. Most gondolj bele, hogy Amerikában mondjuk lehet, hogy ezért lelőttek volna. Valaki, érted, valaki. Ez nem jó vicc. Amúgy igen, hogyha két méterrel odén megy és visszaviszi, és mondja, csak izé vicc volt, az úgy oké, belefér. Nice. Ez egy meme. Nem is tudom, hogy csinálta vágot. Szóval az okos logikája szerint én szimplán gagből beverhetem mások arcát, azok meg tűrjék is el, hiszen ez csak egy gag. Ted Bundy is csak gagből gyilkolászott. Hát de visszavitték! Hé, Ted Bundy, hogyha felillesztette volna az embereket, akkor nem lett volna semmi probléma. Ez olyan, mintha visszavitték volna a gyertyát, érted? Nem vitték vissza, a csaj ment érte. Ja, hát igen, ezzel van a probléma, igen. Tehát, hogyha visszafordultak volna egy 10 másodpercen belül, és mondta volna az ICE-a KDS-nek, hogy akkor forduljon már meg, hallod, tesó, mit csinálsz, vidd már vissza, meg hogy izé nevetgélnek rajta, akkor úgy lehet érezni, hogy oké, vicc volt, de azért, na, 10 másodpercen belül volt kb. Hát ment utána a csaj, ők meg mentek máshova. Visszavitték volna, jó, volna, hinni a templomba kell, tesó. Ez nem jó poén. Azt promozzák, hogy milyen funny lopni. Az a baj ezzel vágod, hogy
eltanulhatják a gyerekek, és értetek, úgy meg már nem annyira poén, hogyha a gyerek is ezt csinálja Tesco-ba, aztán besipol, érted? Egyáltalán nem viccesen csinálták, és már nem az első alkalom erre, egyszerűen nekik nem való nekik ez az egész internet, ha képtelenek változtatni és tisztelni másokat. Az, hogy tarhálják az internet ingyen cuccokat és gyűlölet keltenek a fiatal nézőik előtt, ez meg undorító. Hát ez is teljes mértékben egyet tudok érteni, és már annyiszor meg lehet mondva, hogy változás lesz, aztán utána meg ugye volt az, hogy old ice is coming back, jön vissza a régi ice. Régi ice 2 hétig tartott, mert Ruben beégette. Oké, eljátszotta a visszatérő lopós geget a KDS, lányok képbe voltak a kontenttel, feltételeztük, lehet velük fanolni, mivel feltűnően ők hívtak oda magukhoz. Nyilván lopás, rablás nem történt, mivel 10 másodpercre rá vissza lett adva nekik, sőt, KDS felajánlotta, hogy el is utalja az árát, mert látszólag a lányok félreértették a szituációt. Az ő helyzetükbe képzelem magam, megértem a nézetüket és a felháborodottságukat. Így kimondom, hogy a félreértésért és a kellemetlenségért elnézést szeretnék kérni. Nice! Bevallom, szerintem ez mondjuk annyira nem vicces és nem jó kontentet csinálni belőle, de én is csináltam hülyeségeket már az évek során, mint mindenki más. Látjátok, Ice szerint se volt vicces, na látjátok, hát akkor bazd meg a... érted? Nem volt vicces. Felnéztek a streamre és akkor vették észre, hogy KDS mutatja a gyertyát és ezért ment utánuk egyből. Aha! Nem mindegy, hogy mikor vette észre. Tesó, most figyelj! Toshidu! Tegyük fel, hogy van egy vállalkozásod, és ugyanez megtörténik veled. Oda jön hozzád két idióta gyerek, és akkor izé, streamelnek meg minden, és akkor elviszi a valamit, amit a két kezeddel csináltál. Te neked nem fog az rosszul esni, még akkor is, hogyha poén. De nem tudhattad azt, hogy ez jó, de az más. Miért? Miért más, hogyha te vagy? Elvileg ott voltak, de 10 perc után kidobták őket, legalábbis ezt hallottam, lehet, hogy kamu. Hát azt tudom, hogy kitiltották őket a mondokonról. Tehát többet nem mehetnek a két okosék a mondokonra. Több cosplayer lány, akikhez oda mentek tegnap, mai nap már be sem mertek öltözni. De miért olyan durva dolgokat mondtak nekik? De tényleg meg kell nézni a vodat, bazd meg. Ja, KDS-é nem tud felelősséget vállalni, azt írta. Annak ellenére, hogy közös a csatornájuk és közös döntéseket hoznak, ez mondjuk elég érdekes. Nyilvánvalóan azonban, hogy ezt vicces gengnek tekintette, nem a lopás volt a cél, annál inkább egy jó jelenet. Annó nem tudom kinézett kandi kamerát, hasonló stílusra törekszünk. Hát igen, csak ott az emberek, ott igazából egy embert prankálnak meg, ott azért ezek a dolgok így meg vannak tervezve, a kandi kamerának ez így a... lényege, nem csak így random megprankelünk embereket, de jó, értem, mire gondol. Remélem senki nem feltételezi rólam se KDS-ről, hogy rászorulunk egy illatgyertyára. Nem, tudjuk, hogy nagyon milliómosok vagytok. Tele vagytok pénzzel. Már amikor éppen lányokkal beszélgettek, és kell ezt mondani. Amikor meg a nézőkkel beszélgetnek, akkor meg izé. Garzonban élek, csúró egyetemista vagyok. Két farkas él bennem. Az ingyen intézések már az eleje óta, mióta streamelünk, egy visszatérő elem, mivel egy olyan szituációt tudunk vele teremteni, amit élvezetes nézni. Nem gondoljuk, hogy bármely vállalkozásnak ártottunk volna már ezzel, mivel a mai napra már mind lányok is ők oda hívnak magukhoz, mivel mindenki tisztában van a marketing értékével a live-jainknak. Igen. Jelenleg a lányoknál van a legnagyobb sor a mondokonon, nekünk köszönhetően, illetve az emberek hiszékenységének, de én nem sajnálom tőlük. Miért nem történt meg az, ami benne volt, vagy ez miért az emberek hiszékenységet? Azért az megtörtént, elvitték a gyertyát. Az meg, hogy vissza akarták vinni, de a csaj hamarabb utána ment, az meg már egy unlucky szituáció. Hát ez megtörténhet. Ez sajnos meg tud történni. Hogyha valamit elvesztek valakitől, akkor ezt vissza akarja szerezni, mert nem fizettetek érte. Ez... hát benne van a pakliba. Végszó, a lányoknak sok sikert kívánok a vállalkozásukhoz, tőletek pedig azt kérem, nézzetek utána a dolgoknak legalább egy 10 percet, mielőtt következtetés vontok le egyes dolgokról, mivel már ha bármit mondunk vagy csinálunk, az a 20-szorosára van felfújva a nevünk miatt. És amikor valami jót cselekednénk, vagy nem tudom, az is le van fújogva, ez pedig már nem olyan élvezetes. Köszönjük a mondokonon mindenkinek, aki odajött, és tudtunk egyet beszélgetni, de legközelebb valószínűleg nem fogunk már menni, ezek után, hát igen, az biztos. Mivel mégsem olyan befogadó a közösség, mint ahogy azt mi gondoltuk, és éreztük a live után. Wow, nézzük. De... nagyon pacekba vagy, öreg. Először is első mission egy innivalót intézni, és beszélgetni egy-két szép lányjal. Intézni. Intézni kell az innivalókat, nem vásárolni amúgy, hanem intézni. Sziasztok! Sziasztok, egy kólája van valakinek? Ezt élve, mert most élőadásban vagyunk. Genshin Impact 20. És felvehetlek? Olyan szép, olyan jól néz ki a set. Köszi, hát egy-két ilyen vágóképet. Hallod, állj már be vele, lefotózlak. Így, de kínos a munk. De jó! Nem, az is az plusz kiegészítő. Te minek költöztél be? Én nem pici. De milyen nem fét? Hát mikor a szintén felvesz magáról. Amúgy nem tudom, hogy a két okos nézi-e még a livét. Két okos, itt van még. Figyelj, egy nagyon jó tanács.
Úristen, vegyetek egy mikroportot, könyörgöm, ide kell akasztani a KDS-nek meg az ICE-nak is, és akkor halljuk a hangotokat minden live-ba, srácok. 20 000 forint, vagy 30, kérlek, könyörgöm, az Istenért imádkozom, hogy csináljátok meg, légy szíves, Istenem, annyira rosszak ezek a live-ok. Nagyon rossz a hangminőség, valamit csináljátok vele, köszönöm. Tényleg csak a zajt lehet hallani, az ICE halkabb, mint a zaj. És ez tök rossz. Ja, csórók, igen, csóró egyetemisták, igen, tudom, tudom. Az egyetemre is biztos bejárnak nagyon sokat. Azért van ennyi idejük streamelni. Bazeg, az nagyon kemény. Én csak ezt most megmondom, srácok, egy side mission kipipálva, lányokkal már beszélgettünk. Egy lányok voltak, szerint. Ez volt a side mission, lányokkal már beszélgettek. És erre a side missionre a 7 Chris odaírta, hogy csak nem a szép lányokkal. Csak nem szépekkel. Hát a 7 Chrisnek megint viszket a kis pöcölőjegy, be kell írni valamit a chatre, hogy ő legyen a nagy humorgép. Mondjuk sokat elmond a csatornán, amikor a modok nagyobb szutykok, mint az átlag néző. Ja, hát a normális moderátorok azok már úgy köbben leadták mindannyian a moderátorjukat, tehát úgy nagyon sok moderátor nem maradt náluk. Az egyik lány vagyok a pult mögül, nos ismertük őket ránézésre, nem ordibáltunk utánuk, integettünk csak, Ice kissé túloz, a videóban is hallható és látható lesz a stílusuk, ha egy fokkal viccesebben, kedvesebben teszik, amit tesznek, levágjuk, hogy szórakozás, viszont a gyertya elvétele és annak visszaszerzése, erre való reagálásuk a legkellemetlenebb az egészben. Igen, én is ugyanezt írtam le Ice-nak, de majd ha odaérünk, reagálok rá, csak ez nagyon későn lesz. Eltekerjünk oda amúgy? Kemény képletes úr. Ott integetnek. Sziasztok! Hát igazából csak megismerték őket, mert látták már őket a TikTokon és integettek, ja. Sziasztok, mit szeretnétek eladni? Eladni? Mi szója gyertyákkal érkeztünk, amik ajándékot rejtenek. Nagyon-nagyon jó illatok van. Várj, ez illatgyertya. Szaglász. Mi a mor? Százszor. Szeretitek a Jobbert? Hát ez elmúgy csak rosszabb lesz így. You feel me? Aha. You feel me? Jó, hát ez a hangminőség rossz. Ice, vegyetek mikroportot. Légy szíves. Az lesz az. Kaphatunk egyet otthonra megnézni, meg kipróbálni? Mennyi egy? Mi? Mennyibe kerül egy illat, egy szójás illat? Nekem a legdrágábbat. Van pénz. De hogy ez is durva, hogy mondja, hogy a legdrágábbat akarja megvenni, és utána meg elviszik vágokat. Dőn a lény. Kettőt ajánlom. Az mennyi? 13-450. 13 000 forint? És a kristály is mellé jár? Aha. Damn. Összeszabott. Herdsman. Van pénz. Minden. De nagy vagy. Köszönjük az ajánlatot. Még majd visszajövünk. Megszagoltok? De ahogyan nem. Na, és én meg most kell szaglászni, egyszer, mikor elköszönök. Tehát ilyenkor válik a szituáció mocskos kincsé. Ja, és ez a gyertya ezt a macskát rejti a belsejében, amúgy nem pont ezt a karaktert, de egy cicát rejt a belsejében. Ez olyan, mint Sasuke-nek az illata? De hogy vigyek már egy ilyet haza? De valamelyiket add ide nekem. Hát de fizess érte. Az én a... Itt is amúgy végig az megy, hogy akkor most léci, adj már egyet, mondja a csaj másodjára is, hogy nem, fizetni kell érte, nem akar ingyen adni, és nagyon-nagyon pusholja. Ez olyan, mint Sasuke-nek az illata. De hogy vigyek már egy ilyet? Amúgy tényleg az van ráérve, hogy Sasuke, azért kérdezte, hogy a Sasuke illata amúgy. Hát, az a... Hát, hogy fizetsz érte? De valamelyiket add ide nekem. Hát, de fizess érte. Az én a... Vannak határok. De én fizetek csak máshogy. Promócióval. Fizetek csak máshogy. Jaj. Legkevésbé félreérthető mondat. Nem szorultok rá? Nem szorultok rá, úgy látom. Hát, vagyunk már. TikTokon hány ezer követő? TikTok? Az szép. Egy illatviasz. Adjunk egy illatviasz. És ebből választhattok. De ez mi? Illatviasz. Van ez a kerámia cucc. Alá kell tenni a mécsest, és akkor felolvad és illatozni. Való. Na, azért észre már. Észre. És ezt a KDS mondja amúgy. Ó, ez a zöld. Az jó féle. Kérsz? Ne, én nem kérek, köszönöm. Na, menjünk. Nem kérek, köszönöm. Ez az orrom alá dörgölöm, nem állok be tőle? Csak próbáld ki. Nem próbáltátok még? Még nem, de majd kifogjuk. Csak mellék furcsa kis zacskóba adjátok. Egészségesen. Hát pedig a drogok rosszak amúgy. Csak akkor nem, hogyha viccelni kell velük. Sziasztok! Gyere, menjünk, vegyél. Csak intéztem. Nem kell ide promóció, elég ellopni. Na.
add már vissza. Itt kellett volna mondani, hogy tesó, menjünk vissza, vágod, ez nem jó, ez nem jó. Bruh. És amúgy itt mondta az Ice, hogy szerinte se volt vicces. Bruh. Meg bocsánatot kér, de amúgy itt nevet rajta. Vidd már vissza. Na kérem vissza azt a kurva gyertyát. Kérem vissza. Kérem vissza azt a kurva kitorós gyertyát. Ez a rendezvény szeretetről szól. Ez a rendezvény szeretetről szól, ilyet mond neki. Tehát konkrétan ignorálják azt, amit mond a csaj. Oda rakja, oda nyújtja a fejéhez. Ez is full tiszteletlen. Csak ezt fizetem? Nem. Mondta az Ice, hogy ő ki is fizeti amúgy, de ezt amúgy a pultnál kell. Add már meg a számod. Add már meg a számod! De akkor átkézzük a pénzt, kesebb, kesebb. Mondta, hogy nem játszunk ki, kesebb. Én nem akarom megvenni, csak most ezt a stresszt kifizetem neked. Kártyát? Nem akarom megvenni, csak most ezt a stresszt kifizetem neked, azt mondja. Ó, de só, Jézusom. Nem lehet pénzzel mindent megoldani, vágod? Sajnos nem mindenki így van összerakva, vágod, KDS. Tudom, hogy a Gaminátor az elég sok pénzt hozott, és ki tudsz bele fizetni egy gyertyát, de nem kell flexelni vele, tudod? Nem akar mindenki. Nem minden lány azért van a világon, hidd el. Sajnálom. Sajnálom, hogy ezt tőlem kell megtudnod. Számlát tudok fizetni? Számlát tudtok adni? Ja, meg számlát tudtok adni! Ez! Számlát tudtok adni! Arról a jótékonysági streamről, amit beígértetek július 7-re, vagy június 7-re, ami már több mint egy hónapja volt, arról hol a számla? Azokról a dolgokról, amiket megvettetek a jótékonysági streambe, meg el lett víve elméletileg, arról hol van a számla amúgy? Hogyha mennyire belemegyünk ezekbe a dolgokba, és számla, meg ilyenek. Volt egyáltalán jótékonysági stream? Nem! Nem volt. Volt az Ice versus Ruben téma. Annak a teljes vodjában valahol elmondja az Ice, hogy a Blackivel csinálni fognak egy jótékonysági live-ot, és hogy ők egytől egy forintig minden forintot el fognak utalni, nem úgy, mint a Ruben. Na most ebből semmi nem történt meg. Be lett ígérve a stream, és semmi nem történt meg. Ruben Beef. Kezdjük bele a témába, üdvözlünk Rubent is a cseten, valószínűleg most itt van és nézi, illetve mindenki, akit érdekel ez a téma. Csak el szeretném mondani, hogy egy több mint 60 órás charity stream lesz itt a kétokos csatornán. Nem fogom elmondani még, hogy mit fogunk benne csinálni, de egy több mint 60 órás charity streamet tervezek június 7-től. Igen, az... Aha, a júli az a júni után van, ha jól emlékszem. Hát akkor itt elteltek idők. Azt nem mondta, hogy melyik évben! Tényleg! Lehet jövőre lesz, bazd meg! Taravenone mondja ő papolnak arról, hogy beszélje meg a két fél egymás között a dolgokat, ennek ellenére azzal tette le a hívást, hogy jó szlotozás. Nagyon-nagyon hajlok egy videó felé lassan, komoly dolgok derültek már ki, plusz van pár, amik nem publikusak. Meglepődtem a héten, Egerben találkoztam az egyik ex-spanyukkal, aki érdekes dolgokat mutatott és mondott. Mindegy, a szigetig van idejük letolni a jótékonyságit, aztán meglátom, mi lesz. Hoppá! A Rubennek, hát igen, a Rubennek is bassza ez a csőrét, hogy nem lett beígérve a jótékonyság, amit arra húztak föl, hogy konkrétan a Rubent fikázták. Kíváncsi vagyok, hogy meg lesz ez a jótékonysági live, meg hogy a számlák is meg lesznek, az nagyon fontos, hogy számlák lesznek-e mindenről. Ha már ennyire arról van szó itt mindig a két okosnál, hogy számlázzon ez, meg számlázzon az, akkor lássuk a számlákat majd mindenről. Számlát tudtok adni? Sziasztok! Számlát. Dehogy tudnak adni számlát? Dehogy tudnak adni számlát? Számlát azt tudnak adni, mert egy 100 000 feliratkozós TikTok csatorna, ami egy vállalkozásé, az valamiért ő szerintük nem vállalkozásként működik, hanem illegálisan. Ezek után, hogy konkrétan oda mentetek hozzá így elvinni a gyertyát, meg így poénkodni, eléggé tiszteletlen volt szerintem az, hogy viselkedtek vele. Nem hiszem, hogy ezek után még azt kéne filózni, hogy most vajon tudtak-e volna számlát adni, vagy sem. Nem hiszem, hogy itt a legnagyobb probléma azzal van, hogy kaptatok-e számlát, hanem azzal, hogy nem fizettetek. És hogyha nem fizetsz valamiért, akkor nem fogsz számlát kapni. Még kártyalaolvasójuk is volt. De tényleg azt hittem, hogy elviszem. Próbál lopja, geci, az hillen gyertyát. Várja, ez a durva, hogy tényleg azt hittem, hogy elviszem a gyertyát. Az mit kell a gyertya? Túl vagyok! Figyeld! Nem azért nem volt charity, mert el akarják sunyogni, hanem mert valami nagyobbat terveznek. Csak hogy értsd te is! A magas lóról az öreg Sperhi elmagyarázza mindenkinek, hogy megértsétek, srácok. Hogy ha esetleg nem értettétek volna, ami nem lett elmondva, de ő tudja, most így már tudjátok ti is. Hogyha akarsz valamit csinálni, és meg szeretnéd azt a dolgot csinálni. Bruh.
akkor nem azt mondod, hogy a közeljövőben vagy majd valamikor lesz egy dolog, de még nem tudjuk, hogy mikor. És amikor már tudják fixre, hogy akkor lesz, akkor az lesz. Több ezen embernek nem mondunk dátumot, hogy ekkor meg ekkor ez lesz, mert akkor a több ezen ember az várni fog. Csak ezek a nézők, ezek elfelejtik ezeket, mert hát valószínűleg az agyuk helyén Subway Surfers van, és elfelejtik ezeket a dolgokat, de mi nem. Ha gyertek, baszogatjátok, azt megértem, mert jogos, de ezzel pont ne. Érted? Miért ne? Megtörtént szerinted a jótékonysági live, amit beígért? És nagy pofával magaslóról azért ígérte be, mert hogy a Ruben szerinte nem jól csinálta meg? Ő meg se csinálta azt, amit a Ruben megcsinált, akkor az szerinted nem jogos? Én is, hogyha beígérek egy streamet, tök mindegy, hogy jótékonysági vagy nem, hogyha már beígérem, akkor általában azért azt meg kell csinálni. Nem kell egy streamet másfél hónapig tolni. És amúgy kurvára rájönnek, mert még egyetem sincs. Nem is kell semmit csinálniuk. Csak ezzel kell foglalkozzanak. Akkor nem értem. Nem értem, hogy milyen nagyobb dolgot terveznek, ami sokkal jobb lesz, és majd úristen, Redemption. Majd meglátom. Na, nagyon adom. Majd meglátjuk. Titkolózik az öreg, nem mondja el, de azért tudjuk, hogy valamit terveznek. Nice. Hát akkor nem tudjuk meg sajnos Sperhi. Sperhi egy kétokos moderátor amúgy. Hamarosan ő lesz az egyetlen a Hét Krisz mellett. Tehát ők ketten a legjobb moderátorok. El fognak lopni valamit, és odaadományozzák valakinek. Ki tudja, lehet. Már Ruben Vitakor is belengedték, hogy ők nagyobb dolgokat terveznek. A nagyobb dolgok nagyjából a gyertyalopásból, meg a soundon kéregetésben merültek ki eddig. Erre felmehetünk, mert újságírók vagyunk, és fel akarunk menni az óriáskerékre, és akkor felmentek az óriáskerékre, hogy megmutassák a nézőknek. De mondom, ez még nem olyan nagy dolog, érted? Csak folyamatosan ingyen kaja, ingyen pia, ezt kell, azt kell, mindent ők megkaphatnak, mert ők a legnagyobb kétokos, ők a világon a legkirályabbak, és hogy úristen, nekünk ez kell, az kell, minden ingyen az övéké. Ez nem azt mutatja, hogy az embereknek, hogy királyok vagytok, hanem ez tényleg csak azt mutatja, hogy ez nagyon szánalmas dolog szerintem. Azért, mert neked követőd van, igényelni azt, hogy ingyen kapjál dolgokat. Ez szerintem gáz. Lehet, hogy most ezért fognak bannolni minket a szállon. Most érted, hogyha egy cég megkeres, és elfogadod, az teljesen más. De most, hogy te mész oda a céghez és mondod, hogy léci, hadd kapjak kaját, nézd itt a YouTube csatornám, adj már kaját! Az nagyon rossz. Lehet, hogy ez csak az én véleményem. De élőben nem mennék oda senkihez mondani, hogy szia, én youtuber vagyok, hé, ez adj már nekem ingyen valamit, amiért másnak fizetnie kell, mert youtuber vagyok. Az is kamu szerintem, hogy nem jött meg nekik a Sparkly-tal, szerintem is. Biztosság benne. Hát amit a Hate Chris kimond a száján, az annyit is ért nagyjából. Profi Fortnite-os, igen, a Hate Chris, hallottam hírét. Ma is kibannolt valakit a chatjükről azért, mert valaki beírta, hogy arról nem akar beszélni a Hate Chris, hogy ott hagyta az iskolát a Fortnite miatt. És permabant kapott a két okos chatről. Pont láttam. És offline chat volt amúgy, nem is ment még a stream. Ez a durva, hogy tényleg azt hittem, hogy elviszem a gyertyát. Az mit kell a gyertya? Túl vagyok! Na, amúgy lehet, hogy most ezért fognak bannolni minket a szágot. Hogyha tudod azt, hogy ezért kibannolhatnak, akkor miért csinálod? Itt akkor trollkodik a karácsonyi vásárlás. Ilyen hátizsákot, az mennyiért? Az 95 000. Az nagyon kemény. Azt elpróbálhatom? Persze. Ilyennel járnék? Egy Jeep. Ez amúgy nagyon menő, szerintem. Ez egy 95 000? Kurva jól áll. Jól áll, mondom. Meg ez többi kabáltat, de ez mindennel megy, érted? Mert ez ilyen G-s. Elfutott. Visszajön nyugi. Ne idegesíts már fel magad. Szerinted bazeg elfut a 95 000 forintos táskát. Mai világban bármi előfordul. Ne szórakozzál már. Itt is full kellemetlen szituációba oszták szegény embert, vágod. Ez kurva nagy gag. Wow, mennyire dönrölgök rajta. És a sok kisgyerek meg ott írja az XD-t, és ezt eltanulják, hogy ez a kurva vicces, hogy majd a haverjaival is elmennek a vásárba, és ezt csinálják. És akkor kurva vicces, látod? És itt is az lehetett látni, hogy 95 000 forintos táska, és rendesen rástresszel az ember, hogy b***d meg elfutott ez az idióta. Hogy képzeled b***d meg? Oda mész valakihez, alapból felveszed videóra akkor, amikor ő nem is tudja azt, hogy ott most egy livestream fog történni, de oké, menjetek oda, livestream, oké. De hogyha már oda mész valakinek a pofájába és lelájvozod, miért nem tudsz egy minimális tiszteletet mutatni feléjük? Csak ennyit várnék el, hogyha már IRL streameltek és oda mentek emberekhez és interakciók vannak, akkor tisztelettel bánjatok ezekkel a k***d emberekkel, b***d meg. Ennyi, ez nem egy olyan nagy elvárás szerintem. Nem azt kérem, hogy rakjátok ide mellém az Eiffel tornyot. Ez egy nagyon egyszerű kérés, és hogyha van valakiben emberség, akkor ezt mindenféle nehézség nélkül
teljesíteni tudja. Sok kiskölyök meg majd írja, hogy nem értjük a poént. Mert ebben mi volt a poén, azt nem tudom. Hogyha meg majd izé arcon vágnak egyszer, mert ilyen történik, megrángatnak streambe, akkor meg ugyanúgy ti fogjátok kapni a bantért amúgy. Az a durva, KDS nem is azért adta vissza a gyertyát, mert lopni rossz, és nem akarja erre tanítani a gyerekeket, hanem azért, mert ki a fasznak kell egy hülye gyertya. Hát amúgy ő nem szorul rá a gyertyára, hát ő csak poénból lopta el a gyertyát. Az a vicc, hogy ez poénos, mert érted, elfutott, és akkor ez vicces, mert drága. Ja, vágom! Oh-ha! Az így, hogy elmagyarázsz, így sokkal viccesebb, hallod? Nagyon bazda, nagyon jó. Megérdemli, kurvára megérdemli. Volt egy kiköréset, meg tudtam nézni. Kurvára megérdemli ezt most. Mondd meg neki. Normális ember, aki nem én lennék, most agyonverne téged. Igen. Igen. Mint a szar. Normális ember, aki nem én lennék, az most agyonverne téged. Konkrétan! Erről beszélek! Köszönöm! Teljesen igaza van, vágod. Juri 03 donatid egy amerikai dollár, kremelem akkor is rohogni fog a sok kisgyerek, amikor valaki teletalpalja az arcukat. Akkor lesz a legnagyobb dupla vészpen a chaten meg XD, hogyha valaki megüti őket. És akkor fognak rájönni ezek a kedves két okosok, hogy igazából nem velük, hanem rajtuk röhögtek ezek a kisgyerekek. És akkor lehet, hogy lesz egy ego death, és akkor úristen, rájönnek, hogy mennyire szánalmasak vagyunk. Nem tudom, lehet, hogy nem ez történne. Sőt, valószínűleg nem ez történne, mert a szégyenérzet az eléggé hiányzik mindkettőből. Közzel már. Jesszi. Bazda nagyon. Megérdemli, kurvára megérdemli. Volt egy kiköréset, meg tudtam nézni. Kurvára megérdemli ezt most. Mondd meg neki. Normális ember, aki nem... Miért ne írjatok léci, hogy adnátok, hogyha valaki megverné őket? Én csak azt mondtam, hogy ennek a lehetősége fennáll. Lennék most nagyon bennetőbb. Igen. Mint a szar. Bocsánat. Miért csinálsz ilyet, Bic? Szia, bocsi, még egy... Csáhú, szia. Szép estét. Miket árul? Hűzz a mánca. Egy ez egy tetszik egy ilyen. Na, ebből is kér egyet ingyen. Ezt kirakom a fára. De tetszik nekem. De viszont maga fog mindig eszembe jutni. Köszönjük ezt szépen. Ezt lehet, hogy el is ajándékozzuk, vagy nem? Köszönjük neked szépen. Én kirakom a fámra. Én a fámra kell, igen. Oszta! Papám milyen bejárt iskolába régen? Azt figyeljétek, srácok, hogy áll rajta. De szeretem Csabát. Csabával lehet így beszélni promóciós ügyben esetleg? Igen. Csaba mester. Tudtam, hát mindegyik helyen koldulnak. És meg az interneten is. Dupla koldulás. Én csak eladni segítek neki, mert sajnos nem tudom. Az az enyém. Lesz majd. Csak úgy azért most elvittem. Hívjuk már fel a Csabát. Halló. Jó napot kívánok, Csabát keresem. Én vagyok, jó napot. Itt vagyok a karácsonyi vásárban, a Kelemen Dávid a nevem. Láttam ezeket a termékeket, és nagyon, hát hogy mondjam, felkeltette a fantáziával, az érdeklődést. Vásárold meg őket. Az a hátizsák, ami 44 ezer forintba kerül, az a nagyon megtetszett. Na most beszéltem itt az eladóval is, mi úgy jöttünk ide az egyik barátommal, hogy van egy műsorunk nekünk élő adásban. Annyi lenne a lényeg igazából, hogy promócióért cserébe körváltak minket, csak mondtam. Egy hónap és egy hete kellett volna tartaniuk a jótékonysági streamet, amit beígértek. Ha valaki rákérdez, kitiltják. Tényleg? Tényleg kitiltják? Majd meglátod, ennyit írtam, amikor megkérdeztem, hogy mi az a nagyobb dolog, amit terveznek. Szóval nem tudjuk meg, hogy mikor, meg az se, hogy mit. De a Sperhi tudja legalább, szóval igazából minden megvan. Őnek el lett magyarázni, hogy mi fog történni, csak a nézőknek nem, akiknek meg lett ígérve, ugyebár. Lehet-e valamit megbeszélni veled, mivel azt mondta, hogy téged kereselek, hogyha van valami. De ezt nem hiszem el amúgy, hogy tényleg semmi szégyenérzet nincsen bennük, hogy élő adásba fölhívnak egy ilyen valakit, aki csinálja ezeket a táskákat, hogy nem tud adni egyet ingyen, azért mert ők youtuberek. És ők azt hiszik, hogy a nézőik közül valaki oda fog menni a karácsonyi vásárba, és fog venni miattuk egy ilyen táskát. Nem. Kupára nem hiszik ezt. Nagyon jól tudják, hogy kupára senki nem fog oda menni, és csak kell nekik az ingyen cucc. Összelopkodnak dolgokat, meg tarhálnak, aztán gyerekeknek odaadják karácsonykor. Hát igen, a szeretetről szól, ugye, pont mint a mondokon. Nagyon szeretik a nézőink ezeket a kézműves termékeket, amúgy korrekt. De hogy szeretik, csak beírták, hogy XD meg W, ez nem azt jelenti. Egy ilyen termékért, viszont nekem sajnos nincs annyi. Ez ilyen alkuképes, vagy valami fantázia van-e ebben így promócióért cserébe, hogy kirakjuk több százezer ember szeme elé ezeket a termékeket? Igen, jó van, amúgy megértem, és esetleg és anyagárba se? Ne haragudj, most ez nem érdekel a lehetőséget. Rendben, nagyon köszönöm szépen az idejét. Én köszönöm, és járásra. Viszont hallásra. Több millió forintot keresnek havonta. Nem akarok mások zsebébe turkálni, de ebbe biztos vagyok, ez 100%. Tehát, hogyha valaki elhiszi nekik azt, hogy nem, akkor az
buta. Tehát, hogy én hallottam sokszor, hogy mondták, hogy ők milyen csúrók, meg ilyenek, meg az ICE sajnáltatta magát, hogy jaj, csúró egyetemista vagyok, izé. Hát ez nem így van. Ez nem így van. Egyáltalán nem így van. Ha egy kicsit is vágja az online tartalomgyártást, meg hogy YouTube-on a megtekintések mennyi pénzt tudnak generálni, akkor már abból is látjuk, hogy több milliót keresnek csak a YouTube-ból, és akkor még ugye jönnek a Twitch-on a szabok, jönnek a donétek, jönnek ezek azok, jönnek a reklámpénzek, az mondjuk nem sok, meg a szponzorok ugye bár. Gominátor, ezek ugye jönnek. Jól beszéltél amúgy, nem csak nem értette az internet világát, de jól beszélt. Nem értette az internet világát, hát csak ez lehetett a probléma amúgy. Az, hogy magadba keresd, elképzelhetetlen, magukba keressék a problémát, hogy ezt lehet, hogy én kurtam el, nem értette az öreg. Majd a legközelebbi ad egyet úgyis. Párta itt van most a cseten. Mindenkinek kell egy nagyon komoly bőr, szíj, hogy otthon az asszony el tudják intézni. Ezt küldjétek el neki az e-mailét, megmondom. Kiklippeltétek? Ja, még a vége. Csaba, adjam egy társ. Köszönjük szépen. Hallod, nem azért mondom, szuper. Pogi. Van hihetetlen vicces. Hihetetlen, szuper poénos volt ez is. Nagyon nagy poén. Ez a KDS amúgy szerintem stand-uposnak is mátna. Mondjuk, hogyha fizetnének, se tudnék tapsolni ezekre a poénokra, de valaki biztos. Pogi, Pogit lehúzzuk. Mennyi van nálad, Pogi, de most komolyan? Kösz szépen, te s***! Elraktak egy ezrest egy random arctól. De minek költöztél? Ja, jó, el is ment! El is ment! Ha megkérdezem, hogy minek öltöztek, most itt ez a lényeg, és meg kell dolgozni. Én fázok, vagy mi? Nem az a lényeg, hogy beöltözzél valaminek amúgy, ez nem a mondokonnak a lényege. Bátya azt hiszi, farsangon van amúgy. Menjünk már oda promócióba, mint a régi szép időkben, furakodjunk előre, mondjuk meg, hogy itt izé... Au! Gyere, gyere! Erről lehet menni. Gyere, majd én intézem. Igen, a sort se kell kivárni. Nem kell kivárni a sort se, figyelni, elintézi. Sziasztok, bocsi! Tudunk beszélni a menedzserrel? Tessék? A menedzserrel tudunk beszélni pár szót. Menedzserrel? Hogy értem? Ki itt a menedzser? Nincs menedzser, most itt egy dolgozók van. Őket ismerem! Ciao! Ja? Streameltek? Igen, igen. Legyek már, hogy elég. Nem is akartunk felvenni. Mit szeretnél? Hát azt, hogy kipróbálni egy kis okszó bubble tea-t a stream-oldásba. Ja. Tudom nektek, ha fogok egy kicsit csinálni. Kettő legjobbból. Kettő külön, a kettő legjobbból. De... Sikerült nekik szerezni ingyen okszót. És még a sort se kellett kivárniuk. Két okos csetjén valaki azt írta, fogd meg a csaj seggét. Hát figyelj, ez az értelmi szint. Gyat, gyat! Mikor lesz Laura és normál reakció? Ezzel mi a baj? Ők keresik, úgymond, hogy promózhassanak valakit, azon kívül, hogy számukra geci kellemetlen. Régen te is sorra irogattál e-maileket ingyen cuccokért, az eladónak sem kötelező adni. Nekik abban egyetértek, hogy magukat lejáratják, de morális ebben nem látok hibát. Morálisan ebben nem látsz hibát, hogy bepofátlankodnak a sorba mindenki elé, azért, mert ők a két okos, és ingyen megkapják azt, amiért mások fizetnek. Azért, mert ők a két okost. Ugye ez előre lehet volna beszélve az okszóval, hogy oda mennek, mutatnak egy kártyát, hogy haló, itt vagyunk, meg lett ez beszélve ekkor meg ekkor, akkor oké. De így, hogy odamész, hogy most odamész váratlanul valahova, hogy te valaki vagy, és neked adjanak valamit ingyen, én ebben látok morális problémákat. Az meg, hogy régen én is írogattam e-maileket cégeknek, amikor még kisebb volt a csatornám, és szerettem volna szponzorokat intézni magamnak, az egy teljesen másik történet szerintem, mert az e-maileket azokat nem úgy írod meg, hogy mindenki látja őket, és nem streambe csinálod. És az, hogy az okszót promozzák, most szerinted ezzel, hogy ittak egy okszót, bármelyik ember is fog vásárolni emiatt egy okszót. Nincs benne amúgy is valami nyomás, hogy fogadják el, mondva, hogy a két okos nagy streamer. Hát szerintem egy olyan embernek, aki ott dolgozik, kurvára mindegy. Ha nem adnak, akkor az egész családfája az embereknek szidva van, és megy az elcset a spamen. Nyilván geci kínos, ha nem adnak nekik ingyen mondjuk okszót, akkor az egész chat elt fog spamelni. Igazából muszáj elfogadni az okszósoknak, ha nem tetszik, hatalmas backlash-t kapnak. Komoly. Komoly, komoly, komoly. Hát ebből derül ki amúgy, srácok, hogy melyik cég jó, meg melyik nem. Tehát azért így le lehet vonni a következtetéseket. Tehát, hogyha egy cég ad ingyen dolgot a két okosnak, akkor az egy jó cég, és W. Hogyha nem, akkor oda nem megyünk soha többet. L. Az egy rossz cég. Kisvállalkozók meg alapból korábbi lopások miatt próbálnak figyelni a konon. Igen, mert amúgy ott könnyű ellopni dolgokat, hogy érzed, sok az ember, lekapsz valamit. Pont ezért nem kéne ezzel viccelődni, mert ezt nem kéne normalizálni, még poénokkal sem. Tehát régen ezért lehet levágták volna a kezedet, hogyha ellopsz valamit. És akkor hiába mondod, hogy hát de visszaadtam volna, hát akkor már mindegy. Tehát mondom, hogy így legyen, és tavaly, nem akartam. Adj egy kis időt, megértünk, mert visszajövünk. Tavaly nem akartak adni. Tavaly óta sokkal jobb fejek lettek. Tavaly nem adtak, most adtak. Akkor ez kurva jó.
bajod neked, hogy a kicsik nézik, de ők ez ellen mit tudnak tenni? Vagy szerinted kik néznek YouTube-on? Annyira bírom ezt. Mit tudnak ez ellen tenni? Hát mondjuk nem úgy viselkednek, mint két idióta, és lehet, hogy ezek a kicsi emberek nem ezt fogják eltanulni tőlük, és akkor nem az lesz, hogy a 10 éves kisgyerek azért megy az iskolába, hogy felrizelje izét a 9 éves kislányt az iskolába. Meg nem fogják poénból ellopni a tanárnőnek a telefonját azért, mert hogy prank, meg ilyenek, elfutnak vele, és akkor hát ez hát a KDS-től láttam, tök vicces. Addig örüljetek, hogy nem látjátok a főriket a földön mászkálva. Te szereted a főriket? De mit mászkálnak a földön? A főrik halljanak meg! Én nem ítélem el a főriket. Ez kemény! Azt mondja, a főrik halljanak. De ez a főrik. Ice, hogyha nem lett volna a streambe, akkor már mondta is volna. Oh, tesó! Ezzel tudok azonosulni, tap me up, bro! Ez a Föriknek a rendezvénye, és akkor miért jöttetek akkor ide? Nem, ez egy kóspéli rendezvény volt, csak bejöttek ide a buzik, lesz, mikor csak az egy szemben. De várj, akkor a Förik... Ez is mekkora agyhalad, bazd meg. Azok nem cosplayesek? Olyasmi. Nem, a Förik azok igazi állat. Az idióták is oda kerültek, bazd meg, ez hihetetlen, hát összefújta a szart a szél igazán. Tudok hiszik magukat. A cosplayereknek csak így beöltöznek, érted? De nem hiszi, Deadpool nem hiszi magát Deadpoolnak. De a Föri azt hiszi, hogy tényleg ő egyre te vagy állat. A baj. Ezek tévhitek sajnos. KDS azt hiszi, hogy okos, a Föri azt hiszik, hogy állatok, mindenki hisz valamit. Igen. Na menjünk vissza az Oxóhoz. Sziasztok! Összekeverik a Föriket a beteg emberekkel. De ők nem alázták meg a Föriket. Á, dehogyis, semmi ilyesmi nem történt. Az, hogy egy gyerek azt mondja, hogy halljanak meg a Förik, meg hogy zik jöttek ide, meg ilyenek, hát nem tudom, én ezt azért nem hagynám, hogyha ez az én streamembe történne, akkor én mondanám neki, hogy figyelj, menj már odébb, amúgy ezt mondd már másnak, mert nem érdekel. De tényleg, hát a stream után az Ice beírt a Discordra, hogy igazából nem az történt, ami benne volt a streambe, szóval akkor nem történt meg. Meg én amúgy nem is hiszem azt, hogy direkt manipulálják a gyerekeket, bár amúgy azért lehet, hogy volt rá például a Whispertonos válasz videónál eléggé sok manipulatív dolgot észre véltem venni, meg Grezó is, mert ott tényleg úgy voltak forgatva szavak, hogy az tényleg csak azoknak a kisgyerek nézőknek volt egyértelmű, hogy akkor. Hát igen, mindenki lett magyarázva, de amúgy minden az kb. Három dolgot jelent, a többi dologra meg nem is volt válasz. Azokra a dolgokra mondtak magyarázatot, amire tudtak kitalálni egy olyat, ami elfogadható egy 10 évesnek. Bocsánat, amúgy a felháborodásért, de mint underage lány egy több ezer emberes konvencionön, az egész kurva kont elbaszta nekem azt, hogy a két bócot figyelem, hogy hol vannak, meg hallgatom, hogy a barátaim jelentik, milyen fasságot csinálnak, és amúgy fursuitban voltam. Úgyhogy duplán féltem, hogy oda jönnek hozzám is. Hát az rossz, hogyha féltetek tőlük. Az tényleg para. De nem hiszem, hogy megfélemlíteni akartak oda menni az embereket, csak alapból nem értem, hogyha már volt ebből balhé, hogy a Föriket ők mennyire utálják, meg hogy kibannoltak valakit csak azért, mert Föri, be kéne zárni őket valahova, vagy valami ilyesmi volt, vagy hogy jaj, szegregátumokat kéne csinálni külön a Föriknek, meg ilyenek, és ezek után oda mennek egy olyan konvencióra, ahol konkrétan ilyen emberek vannak, és ott el vannak fogadva, akár a Förik is, a cosplayerek, akik animét néznek, a heterók, melegek, bárki, mindenki el van fogadva, ez egy elfogadó közösség. Ők meg oda mennek úgy, hogy előtte már full megkritizálták ezt az egész, és nem is megkritizálták, hanem konkrétan lefikázták. Ott is csak gyűlölködést hallhattunk, nem pedig valódi kritikát. És akkor csodálkoznak, hogy hú, hát bazeg, itt utálnak minket. Hú, ez mitől van? Hogy lehet ez? Hogy lehet ez, bazeg? Nem is értem. Lehet, hogy kérlek. Persze. Majd azt mondjuk, hogy ezt mondjuk, hogy ezt mondjuk, hogy ezt mondjuk, hanem azt tálják ki. Kértek, mit eszel? Tálják ki. 2500 forint van, kop. Itt vagyok, srácok. Hoztam innivalót, meg kurva szomjas voltam. Itt van a Sparkly. A hatalmas Sparkly. Mondták, hogy az a bajom, hogy gyerekek nézik őket, ihi-uhu. A szegény két okos nem tehetnek arra, hogy gyerekek nézik őket. De azért erről tehetnek, nem? Ez szerinted olyan dolog, hogyha így alapból mondjuk az átlag korosztály csatornádon 10, akkor ez szerinted jó ilyen videót csinálni? Amúgy. Betöltem úgy. Nem sokára, csak betárcsázós. Pisilés közben láttam az értesítéseim között. For you. Két okos. És itt a magyar milfeket értékelik, hogy közösen elmondják, hogy megb***nák-e őket, vagy nem b***nák meg őket. De nincs meleget? Nyilvánom, geci, hogy ilyeneket írnak a chaten, hogy milyen orruk van, vágod? Itt írta fiam, milyen orruk van? Tehát helyesen nem tud leírni, de másokat basztat. Azért, mert úgy néznek ki, ahogy. Én is a chatet néztem. Hát bazd meg, figyelj, mi a faszomat nézzek? Ne haragudj. A képminőség az... olyan, amilyen. Magyarországon annyira nem király a mobilnet, meg amúgy nem a legjobb még ez. A hangminőség az olyan szörnyű, hogy a fülem az nem ér semmit, akkor már inkább a szememmel nézelődök. Felajánlom az Ice-éknak, mit szóltok hozzá? Nagyon nagy lelkű leszek. Muszáj, Roland, mert nem vesznek. Hogyha ingyen van, akkor lehet, hogy jobbak lesznek a streamek. Mivel venni nem akarnak, ezért én felajánlom. Azt már láttuk, hogyha ingyen van valami, akkor elfogadják. Szóval tessék, srácok. Promócióért cserébe, persze, hát a csatornámat hirdessék már be.
Úgy adom. Mit szóltok? Promóció egy cserébe. Ez mikroport, srácok. Lehet, hogy még nem láttatok ilyet, hogyha két okos csatornán szoktatok IRL-ezni, akkor még biztos, hogy nem. De igen, aki általában IRL streamel, az azzal kezdi, hogy megvesz egy ilyet, és akkor már az elsőnek is jó minősége lesz. Eddig az egyetlen jó dolog az, hogy elpokó. Az amúgy jó. Azt adom, hogy a gyerekek fejébe beleverték, hogy ne cigizzenek. Csak lehet, hogy nem kellett volna haverkodni azzal a figurával, aki pontosan az ellentétjét vallja. Megkóstoltam? Aha. Srácok, ha ingyen van, jöhet. Ha ingyen van, kád és beveszi a szájába. Ez biztos. Meg lett etetve. De még nem ettem, milyen? Le akarjuk. Finom. Az érészen. Az érészen. Az érészen. A donéteket nem is látjátok be azért ott a kamerám alatt. Azt írja, hogy a faszomban néznek ki az emberek? Hogy szoktak így általában az emberek kinézni? Segítsünk neki egy kicsit. Van bőrük, szőrösek általában. Lehet, hogy egy vak nézőkül. Ó, bár, akkor az lehet, hogy csak hallgató. Na mindegy. Hallod, ha lenne nálam KP, most én kifizetném neked, mert mocskosul lehúztak. Aci kortyad babáciba. Aha. Na. Ilyet ritkán hallottunk amúgy, hogy fizetni akarnak valamiért, szóval respect. Hát ez a KDS ez nem is tudja, hogy kell inni a bubble tea-t. Az összes ott maradt az alján. Jó reklámozók szólnak, hogyha azt se tudják, hogy mi van az alján. A szemét amúgy, azt nem kell meginni, az csak ízesítés KDS. Az olyan, mint ami a izébe van, amit beraknak a cipős dobozba, vágod, amik azok a kis bogyók, amiket nem szabad megenni. Na hát igen, amikor rá van írva, hogy do not eat, KDS-nek az volt az első dolga, hogy megette. Azokat nem szabad megenni. Hát amúgy, ja, nem szabad megenni őket. De amúgy képzeljétek el, gyártanak olyat is, amit igen. Jesus, bro! Vagyok. Annyira jó lett volna, oda egy mikroport. Csak oda egy mikroport, tesó, és akkor hallanánk mindent, amit mond. És nem csak a kibaszott zenéket, meg zajokat hallanánk. Ez nézhetetlen. Ezt hogy nézte 4000 ember? Őszintén. És senki nem írta a csetre, hogy szar a hang. A mikroport az ilyen zajszűrő cucc. Na látod, lehet, hogy ők is ezt gondolták, és innen jön a probléma. A mikroport az az, amit ide csatolsz, és egy mikrofon, egy vezeték nélküli mikrofon, hogy a hang, amit beszélsz, az ne a világ végéig kelljen menjen a telefonig, úgyhogy még ott van a szél közötte, a hang közötte, mindenkinek a hangja, a vibrációk, és mire odaér a hangod a telefon mikrofonjába, akkor már olyan lesz, mintha egy darab szarba beszéltél volna. De hogyha itt van a mikrofon, az tök jól működik, és érdekes módon a mi IRL streamünkbe, csak hogy megmutassam, hogy milyen egy jó IRL stream. Jó, mi tu hold chat? Na, no question. Nézd, bementünk a boltba is. Perfect. Thank you, bye bye, cheers. Fizettem! Don't be too honest. I will be honest. What the dog doing? Smells right? Shit, no, it's good, bro, come on, I was going to be sad. Az igen, az internet az kicsit szarabb volt kint, de amúgy fullos. Amúgy hiányzik, visszamenni Skóciába, lehet, hogy fogok még. Kurva jó hely. Nehogy itt üljetek le, bro, semmit se lehet hallani. Oh, a Seven Chrisnek az első normális gondolata. Srácok, az a baj, olyanokat írtok, hogy nem mutathatom selfie módban a kamerát, mert nagyon... Kicsit vegyétek vissza. Nem tudom, kitől tanulják amúgy, még mindig. Kőzöm sincs. Ezeket a következtetéseket, hogy a KDS összekösse a fejébe, bazd meg. Azt, hogy a nézők hogy viselkednek, az konkrétan annak a tükörképe, hogy ti viselkedtek, ezt elég nehéz összerakni neki. De egyszer biztos sikerülni fog amúgy. Kicsit vegyétek vissza a tempóból, jó? Mert mi most barátkozni jöttünk ide. Szia-szia! Te mi vagy meg? Legközelebbi eseményen fogok venni gyertyát a lányoktól, és csinálok képet, csatlakozunk minél többen, és küldjük el Maninnak, hogy kitegye a sztoriba. Jó, figyelj, azért nem ölték meg őket, meg ilyenek, tehát azért nem a világ legdurvább dolga történt meg, csak gáz. Ezt a fajta ripacskodást, meg ezt a fajta humorizálást, hogyha ez humor, meg ilyen prankeket csinálnak, hogy gyerekek is csinálják ezt majd emiatt, mert hát eltanulják, és ez nyilvánvaló, hogy eltanulnak dolgokat, mert ez valószínűleg ti nálatok is megvolt, hogy mikor gyerekek voltatok, néztetek youtubereket, színészeket, filmeket, valamiből volt egy kedvenc szereplőd, vagy egy kedvenc embered, és akkor az ő személyiségéből vettél átjegyeket, és úgy alakult a te személyiséged. Ez egy teljesen normális dolog, és mindenkinek az életében szerintem benne van. Ez egy okés dolog, csak ugye itt vannak ezek a két okosék, és hogyha valakinek mondjuk a KDS lesz a példaképe, akkor lehet, hogy nem lesz belőle egy olyan jó fej kisgyerek, aki mindig az ötösöket fogja hazahozni, és tök jó magatartása van az iskolában.
hanem lehet, hogy pont egy olyan lesz belőle, akinek nem lesz jó a magatartása, mert a KDS volt a példaképe. Na, értitek? Gáz az is házba, hogyha ő csinál valamit, akkor valamilyen módon KDS is benne van, és megy a nagy barátság, amikor pedig KDS csinál valamit, az az ő dolga, hát nem vállalt felelősséget. Ja persze, igen, a KDS-é nem vállalt felelősséget, pedig ők csinálják a csatornát ketten. Sziasztok, szeretitek a Floriket? Nem. Bacsi! Amúgy én szeretem őket. Igen. Ja, bocs. De ez nem az ő rendezvény. De minek költöztél? Bocsánat. Minek költöztél? Magának. Ja! És hogy hívnak? Iben. Gyertek! Ő imádja a Floriket, azt mondta. Szia, Mani, én vagyok a piros hajú srác, és ez egy eléggé gáz interakció volt. Barátommal voltam Konon, és mindenképp már viccből is oda akartunk menni, amikor megkérdezték, hogy szeretjük a Floriket, akkor nemet mondtunk már csak azért is, mert tudtuk, hogy a sok 10 éves majd spameli a dupla V-t, és úgy gondoltuk, hogy funny lesz. Amúgy transzként nagyon féltem oda menni. Damn! Tehát akkor igazából nincsen bajotok a Florikkel. Csak kimémelték ezt is. És ők oda mentek hozzátok? Konkrétan? Várjál. Köszönöm. Minek költöztél? Magának. Ja! És hogy hívnak? Iben. Na gyertek! Köszönöm szépen! Jók lehetek, ciao! Bolond Ivett, azt mondja magának költözött. Azt mondja, itt valaki beírtak, minek költöztél? Kurvának! Tudják, hogy el. Itt hol kérdeztem meg, hogy felveltik-e őket? Hát egyáltalán nem lett megkérdezve, hogy felveltik-e. Mindenki mocskos, hogy gyűlöli a Floriket. Csed, minket szétszedtek azért, mert te mondtál egy félreérthető kijelentést a Florikre, itt meg mocskosul gyűlölik őket. Félreérthető kijelentést? Azt mondta, hogy legyenek elzárva a társadalom normális részétől. Ezt mondta. Ez hol félreérthető? Ha ezt félreérthető, akkor te hülye vagy, bazzeg, hogy ezt félreérted. Puzsér, ha ideges vagyok, akkor Puzsérrel változom. Minek nézed, ha hételed őket, te is értelmes gyerek vagy. Ahogy mondod. Na, ott az én emberem. Itt. Sziasztok! Egy selfit nyomhatunk? Nyomhatunk egy selfit, mert nagyon királya vagy. Ez amúgy... Minek? Az nem selfie, ez stream amúgy. Ezt se értem, hogy miért úgy mondják, hogy egy selfit nyomhatnak. Azért mondanak selfit, mert az egyszerűbb lekommunikálni a hétköznapi emberrel, sokkal könnyebb ezt mondani, mint megmagyarázni, hogy élőzök és felvennélek, neked ez oké-e. Ja, mondjuk ez igaz, csak nem biztos, hogy akar mindenki így szerepelni ennyi ember előtt. Költöztél? Étkafé. Valami pornójátok? Rossz meg! Nem, ez Japánban egy ilyen cselét kávé. Ja. Toshidu beírt, hogy ez egy férfi. Jó meglátás, Toshidu. Ez egy jó meglátás volt, Toshidu. Nagy tapsot Toshidunak. Ez egy kibaszott férfi, hát Krisz? Inkább tűnik annak, mint te. Ki a fasz érdekli, mi van a lába között? Hát a hét Kriszt. Ott a faki. Egyben? Igen. Kértek még valamit? Hát meg ennyi kérdésem, hogy drop mapot lehet-e venni? Mi? Nem. Hát... nem tudom mi az, úgyhogy biztos, hogy nem. Ja, a... hát ilyen egy pontos legyen, hát mindegy lényegtel bonyolult. És ezt tudja, hogy merre van Freemok? Mi? Nem. Srác. Tehát egy srác, egy ukrán srác. Ja. Ja. Nem mindegy, legalább én lettem az első magyar csak. És ez nem vicces. Aha, meglett az első magyar, aztán most jó vagyok. Köszönjük. Én vagy első magyar sem. Hát az lettem. Én lettem a második, tehát akkor ez egy örök, nem? Nem. Alig mert megszólalni, jó beprenkelték. Nem tudtunk dolgozni. Viszlát, viárcsek. Hú, amúgy ez a Herbie kamera nézet nem a legjobb. Kemény prank volt. A valóságban nem olyan nagy a szája, mint a Twitch chaten, úgy néz ki. Itt valahogy nem sikerült. Alig merte tartani a kamerát. Még jó, hogy nem elejtette. Hát ezt a prankelős dolgot még gyakorolni kell, Krisz. Még egy kis hét, Krisz. Nem tudom. Azt töröld is ki innen, csinálják egy új tillisztet, hogy mocskos szarvig össze. Miért vagy ennyire? Ha valaki fel tud baszni, az ő. De mivel? Hát azt inkább nem mondom ki tényleg. Na, Ghost War Rider, puttó szar. Tehát az bazd meg. Foki a... nem, most nézzük a contentet, a contentja mocskos szar. De teső, de teső. Hát szerintem mi ugyanazt csinálj, mint a trió, csak jobb minőségben. Meg kevésbé viccesek. Szar. Két okos olyan, mi a véleménye? Az lett a vélemény. Ó, a két okos a legjobb! Esti! Láttatok Steve-nek a sztoriát? Az rajta van, az is valami szerek. Tudtam, hogy nem véletlen húj ki a haja. Rajta vagyok a szeren!
hihihihi, nem véletlenül hullik ki a haja, hihihihi. Majd egyszer te is felnősz, akkor lehet, hogy neked is kifog. Hát igen, belettem volt, vagy drogos vagyok, azért már kopasz vagyok. Valahogy összekötötte a szálakat az öreg Krisz. Bárcsak a történelem dolgák mentek volna neki ilyen jól. De hát a Fortnite az jobban ment, fi. Azt mindig ki tudta számolni, hogy mennyi shieldet kell meginni, hogy a minit így vagy a nagyot. Erre kell a matek csak. Most már tényleg, ne bántsuk szegény hét Kriszt már. Szerintem bántották itt már eleget amúgy. Azért lett ilyen szegény. Valaki pszichológushoz megy, valaki meg két okos moderátornak. Sziasztok, bocsi! Jaj, te ennyire megijedtél. Szevasz, csak köszöntöm, jól vagy? Figyelj, nyugi, nem kell, nem harapok. Mi itt a taktika, mi itt a játék, mi lesz most a stratégia? Szoktál ilyen horror játékokkal játszani? Aha. Neked nem ajánlom, csak rád köszöntöm, azt úgy összerezzem tényleg, mint a fal, mint a fal elvéjén. Ami vannak ilyen Sigma editek, ne idegen vagyok. Srácok, hét Krisz vagyok a vágó, ennek a Bakugan fő Transformersnek cenzúráznom kellett az instáját. És jól jegyezzétek meg, nincsenek pöcsös csajok, csak csöcsös csávok. Ezt hányszor kellett felvenni, hogy ne dadogjon közben amúgy? Ez is amúgy kurva nagy unprofessionalism. Megteheti a hét Krisz a vágó azt, hogy belepofázik a videóba, amiért fizetnek. Tehát... hogyha mondjuk én fizetek a Kovixnak, hogy vágjon meg egy videót, kifizetem neki azt, hogy megvágja ezt a videót, amúgy az én videóm, csak ő vágja meg, akkor ne pofázzon már bele a videómba, ember! Miért pofázik bele nem is a saját videójába? Ez is ez a kibaszott szereplési vágy, hogy azért van ott a kard a neve előtt, hogy mindenki lássa az ő írását, és ő mennyire vicces, és hogy csak én, hét Krisz, hét Krisz. Lát, figyelem hiányos, ebben biztos vagyok, nyilvánvalóan. De a két okosék is. Azért rajtuk is látszik bőven. Azt nem értem, hogy a fasznak trash-talkol rólad, ha követ már lassan 2 éve és többször is iragotott ide a chatre. Vagy ezt csak én nem értem? Ezt elmagyarázom. Hogyha lógsz ki valakinek a seggéből, akkor úgy tudsz még jobban belemászni, hogyha az a valaki nem kedvel valakit, akkor azt az embert azt te se kedveled. Tehát, hogyha most mondjuk az Ice-ra én mondtam valamit, és az Ice mondott rám valamit, akkor a hét Krisznek is muszáj az Ice oldalán állni, hogy az Ice lássa azt, hogy ő egy jó segnyaló. És igazából ennyi. Ebből áll össze ez az egész. Szerintem nincsen mögött semmi gondolkodás, meg semmi ilyesmi. Nem hiszem, hogy valóban gondol rólam bármi rosszat is. Tech Priest vagyok, a Warhammer 40-es. És hallod egy Tech Priest, a Warhammer 40-es. Tech Priest. Free, mint pap. Tech. Amúgy, és én ki is nézem, hogy ilyen szerzetes vagyok. Bárcsak értenék egy szót is belőle, bazd meg. Istenem, hogyha nézhető lenne ez a stream, akkor mennyivel könnyebben eljutnék a végére. Az Ice írta, hogy nézzem végig. Ice, ez nézhetetlen. Ezt most annyira őszintén mondom, és semmi rossz indulat nincs bennem, de ez tényleg nézhetetlen. A szemüveges Pogi. Nem, de most mindenkivel, hát szeretitek a Pöriket. Mitől Pogi? Azért mert rövid haja van, vagy nem értem ezt a pogizást szomúgy. Minden más, minden embernél az arról kell beszélgetni, hogy szeretik-e a Pöriket. Ők azt hiszik, hogy a mondokon az így csak a Pöriknek szól. Vagy mit is mondott a Pörikről amúgy az a KDS? Kicsit elevenítsük fel a emlékeinket. Miért ragadtak Pöriknek? Hell no! Gone! Hell no! Tesó, egy éve nem beszélek veled, tesó! Hallod, tesó, nem beszélek vele 5 éve! Srácok, viccen kívül volt, amikor elkezdtük, 100 feliratkozón volt, közösen csináltuk a videókat Ice-szal. Volt Peti 100 Hun, vagy mi volt akkor a neve? Mit tudom én? Srácok, ez 7 éve volt! Szia KDS, szeretnék tőled kérdezni valamit, ha nem gond. Napokban szembe jött egy videó állítólag, ahol ti bullizzátok, utáljátok a Furryket, ez igaz? Tesó, pont nagyon tökéletesen mondod, ez pont így van. Sajnálom, de tesó, ez a valóság. Ezt kifejtetjük, mert sokan nem értetek. Rengetegen egyébként a TikTok kommentelők, akik nagyon ránk vannak szálva, Furrys videó alatt chat, hogy ez mekkora el volt, hogy a Furryt kibannoltuk a Discord szerverről. Mert ez ilyen kink-shaming, vagy nem tudom. Ez nem is kink-shaming amúgy, ez meg a másik, mert az, hogy valaki furry, az nem egy kink. A kink az alapban inkább az, hogyha a kink az már az, amikor szelni akarsz a furry ruhádban. Nagyon igazam van amúgy ebben a videóban. És ezért tesó szétszedtek, hogy a furryt kibannoltuk a Discord szerverről, és hogy ez így... Tesó, ez mi? De srácok, most mi vagyunk fel a Furrykkel? Én nem tudom, én szimplán úgy vagyok vele. Nekem is van egy nézetem. Olyan vagyok, úgymond, mint a Furryk, csak én nem Furry vagyok, hanem én tradicionális vagyok egy picit. Egyszerűen csak így szimplán nem szeretem ezeket. A Furryk meg nem szeretik a tradicionálisokat. Ez ennyi, tesó. Szerintem ez...
ez akkora fasság amúgy, hogy simán szeretetik a főrik és a tradicionális dolgokat. Meghaltak a... Kamera! A főrik támadnak, tesó! Én nagyon örülök, hogy vannak ilyen rezervátumok, például ilyen furry rezervátumok, például ezek a rendezvények, hogy Kopikon, meg furrykon, meg ilyenek, mert akkor nem kell egy társadalomba lenni ezekkel, meg egy helyen. Jézusom, úgy, ezek is emberek, mi az, hogy ezekkel? Ezek az emberek nem ilyen ruhákban járnak ki, ti tényleg azt hiszitek, hogy a furryk azok ezekben a ruhákban járnak ki az utcákra, és hogy ezek ilyen fullos degenerált emberek, akik úgy mennek oda a spárba, kasszáshoz, hogy így ugatnak? Igen, Monin, ezt hiszi. Ezt hiszik. Válaszolok magamnak. Ezt hiszik. És az a legnagyobb probléma, hogy ugye itt vannak ezek a rezervátumok, ahol el vannak különítve a libernyákok, akik ott vannak, akiket az árakba kéne lőni, vagy nem tudom, mit gondolnak ezek bazd meg. És akkor oda megy a rezervátumba, ahol azok az emberek vannak, akiket ő nem kedvel. Mi a fasznak mész oda? Nem szereti őket, de miért kell ennyire ellenszenvesnek lenni velük? Lehet, hogy ez csak egy én viszonylagos véleményem, de ha valakit nem szeretek, nem feltétlenül a porig tiporni őket, és meg nem kell kibaszni innen-onnan. Hát meg nem kell oda menni. Érted? Hanem ott el vannak, szóval igazából amíg ott vannak, amíg nem jönnek át tudod be a városba, addig nincs baj. De chat, ha már bejönnek a Discord szerverünkre, ott már baj van. Annyira nem tudom, hogy mi megy le az ő fejükbe. Az nem, hogy a KDS fejébe nem megy, én arra lennék inkább kíváncsi amúgy. Van az eszméletlen goofy műsor valószínűleg. Na gyere! Kielégítő volt a félszívél? Nagyon jó volt, köszönöm. De tényleg ez a legjobb posztja. Ja, hogy ti fotóztad? Nem. Jó. Téged, a főriket itt valamilyen mindenki mocskosul utálja, azt mondja. Mindenkit, akit körbe kérdeztem. Szerinted ez miért lehet? De most őszintén. Hát van érdekesség miatt, van ez a elterjedése. De vannak olyanok, akik mondjuk, mit tudom én, így bomlasztják a közösséget, vagy ti normálisak vagy? Hát a mi normális közösség, ugye, a Furry Unió, de vannak ugye a bomlasztó emberek. Áll a fegyver a képernyőre, amikor ott egy furry amúgy, igen, nagyon humoros élőlény ez a Chris. Nagyon szigma volt. Hát Vitalik már azt a 7 Chris rakja be otthonról. Amúgy is egész nap a számítógép előtt ül, vagy Fortnite, vagy moderálás, vagy ugye a Stream Elementsnek az elbaszkodása. Ezek szoktak működni. Nagyon funny gyerek, persze. Nem, a állatokkal csinálunk. És ugye ez van a furrynek elterjedve. És kik bomlasztják a közösséget? Ezek az emberek. Bocsi, szép. Fogalmam sincs, hogy kik vagy. Nyugodtan. Kik vagytok, de a lányom teljesen oda van miattatok, úgyhogy akkor csinálj. Nyugodtan. Csak nyugodtan. Csinálj te először. Köszi szépen, csáó, szia, jó szórakoztatást. Na gyere, nyugodtan. Várjál, felveszol, de nem vagy? Vedd fel. Nekem nem baj. Ja, nyomunk egy izét. Te vagy Rolly Fox? Nem. Ez sima csak Fox. Ja, ez sima mobil Foxos. Mobil Fox, na gyertek. Mobil Fox. Hát, addig látsz. Srácok, életemben először furryvel csinálok képet. Anyád, ott van a... Igen. Srácok, ez a poén ez másodjára is ugyanolyan vicces amúgy, nem? Tökre humoros ez a 7 Chris. Oda rakott egy PNG-t egy AK-ról. Híííí, ez mekkora humor. Humor Herold. Szia, te mi vagy? Hello, hát Walter. Csináltunk egy selfie-t? FKV 008, ilyen rá kéne lelőni. Gondolom 2008-at jelent a születési dátumot a nevébe. Csak ne szúrj le. Igen, majd kiszúrj le. Csak ne szúrj le, légy szépen. Ez nagyon durva. Mosolyog, csak így... A fogamat már kivesztem. Wow! Na, ez nem sem. Ez nagyon kemény. Hallod, most csak így videóznak, mert amúgy tényleg ez jó. Ez csak úgy jó. Lehet lőni. Ja, lehet lőni, persze lehet, ezek az egy így. Ott voltam mind a két nap, szerencsére nem futottam össze vele, de nagyon nyomasztó volt a mai nap, mivel kiderült, hogy ma is kijöttek. De ma nem mentek ki. Arról nem is volt live, meg semmi. Hogyha ma is kimentek, elméletileg nem voltak ott, én úgy tudom. De már írtak itt mást is, kiküldték őket. Valaki azt is írt, hogy kiküldték őket, és akkor azért nem. Fejem megszegezett. De az egész testedben van festve? Az egész testedben van festve.
Mindenhol? Ne, mindenhol? Mindenhol? Á, tudtam, hogy ezt fogja kérdezni, már meg akartam állítani, csak nem jó helyre kattintottam, mert középen nem állítottam. Nyugodj. Á, Istenem, mindjárt megkérdezni. A pinád is be van festve! Hallod, várj, tudnánk csinálni egy index képet úgy, hogy elvágod a torkom? Vagy hogy nem vágod el kajakra, csak hogy így... Jó. Mert... De még a főrik között is utálják a főriket, azt most azt mondták. Kemény volt itt ez a főrik. Ki mondta ezt amúgy? Már mikor mondták ezt? És nem azt mondták, hogy utálják, csak azt mondták, hogy nem szeretik őket. És az is csak azért mondták, mert úgy kérdeztétek meg konkrétan, hogy kb. Ezt kelljen rá válaszolni. Rakd be folytóba, vidd le a földre! Úristen, Chris, ezt muszáj volt, ezt így, ebben a formában, most ezt komolyan? Szembe. Puskásat. Ezt nem hiszem el. Vidd le a földre! Ezt nézd, Chris. Chrisnek sikerült berakni a screen capture-jét, és arra rá tudta rakni a green screen-t, úgyhogy még a YouTube videót rakta be. És ezt így behúzta ide, hogy I show speed scares you. Ez jó jumpscreen volt. Ez a Chris, ez egy technológiai zseni. Szerintem ő egy OK és rendszergazda, vagy programozó. Én voltam a Navi cosplayben, az egyik srácnak kék volt a nyelve valami szartól, amit evett, és azzal vicceskedtek a stream nézők, hogy biztos találkoztunk a WC-ben. Nagyon intelligens volt a két fiú, az összes nézőikkel együtt mondhatom. Jó, hogy ez ott volt a... Ez azután, hogy valakinek kék volt a nyelve, akkor ott írták, hogy biztos találkoztak a WC-ben azzal a csajjal, aki kék volt. Ott megy az avatáros csaj. Tudjátok, chat. Hallod, menjünk majd az avatáros csaj, hogy meg kérdezzük már meg, mi a reakciójára. Jesszi. Értem, hogy mire gondoltatok. Csak utolérjük még. Hány százalékon vagyok? 4. Hasz. Gyere. Cset, mocskosul lefáradtam én már. Kurva meleg volt, egész nap utaztuk. Ez igen zéró. Nagyon jól megmutattad, hogy te felsőbb rendű vagy, mert kicsinyítő jelzőt tettél a nevem mögé. Ragoztad a nevemet. Nagyon ügyes vagy. Tisztellek, W. És akkor oda mennek még hozzá? Tesszük, nagyon lassan sétálsz. Hát amikor lopni kellett, akkor gyorsabban ment. Nem fogjuk utalérni. Mindjárt utalérni. Ez itt bemászik. Mástól, hogy megnyertek le. Igen, most a vegán menésében van. Fasz csinál. Itt vagy mögöttük. Hogy szóljak hozzá? Szia, bocsi! Beleakadt a farkába. Ne. Miért? Ez most meddig? Nem tudom, hogy kell. Ez volt a vége. 15 éves lehettem, amikor már kezdtem rájönni, hogy amúgy érted, már nincsen fogása anyámnak rajtam, hanem... Hát, pedig ez egy klasszikus klip volt, de az Ice, a Hate Chris elintézte, hogy ezt a klasszikus ne halljuk. Pedig itt arról beszélt, hogy 12 évesen visszaütött az anyjának, és rájött, hogy már nincs fogása rajta, vagy valami ilyesmi. Azért van a Hate Chrisnek hozzáférése, mert minden olyan ember, aki ért valamihez, az már nem működik együtt a két okosékkal, mert a valamire való emberek, azok már leadták a moderátorukat. Szóval így nem maradt olyan sok ember, aki így ért is valamihez, és ugye, még lehet, hogy a Hate Chris is jobban ért hozzá, mint ők. Ami kicsit szomorú, de ez igazság. Volt, aki leadta a moderátorát? Hát úgy elég sokan. A T-Bandi leadta, a Petics leadta, Matyolat az már nem csinálja az indexképeket. Van egy bizonyos szint, ami után már nem akarsz közösséget vállalni velük. És ez az a szint, ami után már nem akarnék velük közösséget vállalni semmilyen úton, módon. Mert szörnyű, vágod. Szia! Gyere, üljünk be! Vágod, köszönöm a csajnak, szia! És kis csajnak, És Owen McKendrick van? Nem ismerje magát. Ő nem az. Őt én tudom. Ennek ilyen maszkja van. Csak a KDS-nek fel kell venni egy ilyen furry maszkot. Hallottas, hogy én már nem is emlékszem, hogy mit is mondtam a furrykre? Nem tudom. Nem tudom. Mit mondtál? Azt mondtam, hogy... Nem azt mondtam, hogy ő Miért mondtál volna ilyet?
Jézusom, tesó! Ez a KDS, ez tényleg buta, ez nem csak játszik rá. Ugye nem azt mondtam, hogy dögöljenek meg. Tesó, hogyha alapból magadból kinézett, hogy ilyet mondtál volna, akkor takarodjál pszichológuson, ne streamelni, bazd meg. Úristen. Hallott tesó, én már nem is emlékszem, hogy mit is mondtam a Fölrikre? Nem tudom, nem tudom, mit mondtál? Nem azt mondtam, hogy dögöljenek meg. Miért mondtam volna ilyet? Nem emlékszem, mit is mondtam rá. De hallod, vegyél már fel egy Fölri maszkot. Ne, tesó, vegyél már fel egy Fölri maszkot. És akkor beírja valaki, hogy apátlanok. Petics nem volt otthon, ezért nem volt jó a chat. Kár, hogy már nem moderátor. Ups, fogynak a moderátorok. Látszik a chat minőségén, srácok. Vegyetek fel új agyhalottakat. Régiek már nem agyhalottak. Na, itt az idő. Amúgy tényleg nem. Nem, tényleg. Mit mondtam? Azt mondtam. Mit mondott chat a Földig? Azt nem azt mondtam. Nyilván nem azt mondtad. Nem, csak kibannoltuk a izét. A Petit. Azt hiszem az volt. Igen, de mit mondtam? És meg Furry, és akkor valahogy úgy jött fel, de nem tudom amúgy. Az már rég volt. Nem emlékszem. Azt, hogy igen, utáljuk a Furryket, ezt mondtad, vagy valami ilyesmi. Jaj, bocsi, ez hangos. Sziasztok! Sziasztok, Furry! És az Ice, egytől egyig megdicsértek mindenkit, Furrykel is találkoztak, önszántukba jöttek oda, jól érezték magukat. Tök király volt minden, nem volt semmi rossz szándék bennük, ugye. De azt is, hogy valahogy mindenkivel teljes mértékben tiszteletteljesek voltak. Bárkinek vissza lehet nézni az előadást, és semmilyen nem történt. Tisztelettel és nyitottsággal álltunk az ott lévő emberekhez, amit úgy látszik, viszont mi nem kaptunk meg. Egy percet se láttunk belőle, és úgy vontuk le a véleményt, ezt ugye itt le is írta, és ez csak a jelenlétük miatt van, mert hogy alapból utálják őket. Hát ez most már nem igaz, mert ugye megnéztük őket. Nyugodtan nézze vissza bárki a teljes adást. Én nem fogom szidni ezt a közönséget, ezt még ma megtettétek alapból is. Hát érdekes, én nem látom ezt a tiszteletet így mindenki felé. Azt, hogy igen, utáljuk a Fölriket, ezt mondtad, vagy valami ilyesmi. Jaj, bocsi, ez hangos. Sziasztok! Csak megszerettük volna nézni a maszkokat, vagy ezeket. Úgyben megtenni, az itt van? Jó kínos amúgy, kiabálják mellett, hogy mi utálunk titeket, azt teljesen tisztelet tudok. Oda mennek a főristenhoz megkérdezni, hogy Fölrike. Hát ez bocskos kellemetlen. Nem tudjuk kérdezni, hogy most szerintem menjünk. Gyere, tessék, gyere, ez nagyon kellemetlen. Gyere, ezt észre kell venni, itt nem látnak szívesen. Gyere. Vajon miért nem, csak nem azért, mert az előbb azt mondtátok, hogy utáljátok őket. Vajon miért nem látják ott őket szívesen? Hát az meg, nem is értem. Sziasztok! Tessi, észre kell ilyenkor venni a szituációt. Észrevettem. Anyát, 3D nyomtató. Szép estét, szeretnénk a mai Mondokon Este eseményeiről írni. A jogtalanul az arcomba nyomták a telefont az engedélyem nélkül. Mikor oda mentek a Furry Unióhoz, ahol jól éreztük magunkat, konkrétan az arcunkba mondták mindenféle sértő dolgot, majd elég hangosan kinevettek minket, hogy de utáljuk a Furryket, jaj, bocsi, hangosan mondtam. Ezek után kérdezték tőlem igen gúnyos hangsúlya, hogy én is az lennék-e. Én az a fajta ember vagyok, aki nem szereti a kérdés nélkül, akár felvételen, akár élő videóban hozzám közelít. A történtek után szégyeltem magam, és a nap további részében bujkálnom kellett, mivel nagyon rosszul éreztem magam. De hát figyelj, nem baj, mert a srácok úgy vannak vele, hogy poén, XD, hát ez csak valaki másnak az érzései, ez nem az én érzéseim. De hogyha csinál valaki egy videót róluk, akkor már jaj, az ember az egy csicska, az fel akar mászni a hátán, beszéljük meg privátba, léci, beszéljük meg privátba. Mani, hova jópofizik nekik ilyenkor, meg kibeszéli őket, szánalmas. Miért jópofizás az, hogy írok valakinek a csetjére, és nem bannoljuk ki egymást, mert emberek vagyunk. De amikor beírok a csetjükre, akkor is általában az van, hogy mekkora csicska szar vagyok, és akkor kapják a permát a kisöcskösök, szóval a jelenlétemmel intézem a bannokat. Tudatlanul láztak meg embereket, nem szándékosan, ezért nem veszik észre. Hát mert buták! Igen. Jó észrevétel. Kajakáliszot, hogy ezt tudatlanul nyomják. Nem. Amúgy. Elég butuskák amúgy ez a streamelés dologhoz. Ez látszik, már a streamek minőségéből is, meg abból, hogy viselkednek, ez egyértelmű, nagyon buduskák hozzá. Ez a Furry dolog, hogy ott konkrétan mellettük erről beszéltek, hogy KDS azt mondta, hogy utálja Furryket, úgyhogy ott vannak mellettük. Ezt nem is értem, hogy ez miért kellett. Ennyi nincs benne, hogy tudja, hogy ott van, és nem kéne ilyen hangosan mondani, hogy jaj, hangosan mondtam, hihihuhu. Ja, meg hogy nem azt mondtam, hogy dögöljenek meg. Miért mondott volna lehet, hogy dögöljenek meg? Hogyha ilyet mondott volna, bazzeg. Istenem, miért? És az Ice konkrétan mondta, hogy nézzem végig nyugodtan ezt a videót, mert nem lesz benne semmi. Csak fogom a fejem, bazd meg. Ez
vicces volt most, Krisz, ez vicces volt. Lófaszt szándékosan csinálják, utólag meg próbálják kimagyarázni valami hatalmas bullshit-tel és játsszák a fogyatékost. Hát amúgy ez is benne van, de a KDS biztosan fogyatékos. Az ICE az lehet, hogy nem annyira. Az ICE-szal már voltak értelmes beszélgetéseim, teljesen szöges ellentétje amúgy. Nagyjából annak, amit streambe csinál. Ja, ez inkább bauti pajzs, igen, nekem is úgy tűnt most, mint két Discordra. Ez csak ilyen mosom kezeim, hihihaha, esetek 90%-ában mindenki jó fej volt, mi is jó fejek voltunk. Hát, I don't think so. Tele van kisebbségi komplexussal, és azzal próbálják leleplezni, hogy embercsoportokat aláznak és gyaláznak folyamatosan, majd mikor számon vannak kérve, akkor csak vicceltek. Amúgy én nagyon adtam volna, hogyha valaki oda megy és számon kéri őket, bazd meg. Ez ilyen rendezvény, az pont erre való. Én nagyon reméltem, hogy legalább a Ruben oda megy hozzájuk, hogy valami, de hát nem volt itt a Ruben sajnos. ICE okos, onnan tudjuk, hogy KDS népszerűségén húzta fel magát pár éve. Lehetséges. Soundon az egyik placról elvitték az egyik babzsákot, ICE mondta, hogy vigyék vissza, de KDS odaadta random tagoknak, abban nem gondoltak bele, hogy a velük egykorú biztonságis csaj állásával szórakoznak, akivel előtte jó fejkedtek. Ilyen is volt. Bazd meg, geci, édes faszom. Wow. Ti is két okos vagytok? Nem, mi három ilyen. Mi meg a két nyomorék? Jó, ezzel egyet tudok érteni amúgy. Teljesen egy tök jó poén, hogy lebombázzák a Hung Expo-t amúgy, ez teljesen. Azért, mert ott vannak emberek, és ugye az embereket meg kell ölni nyilván, ezzel nagyon sokat lehet poénkodni. Ez geci nagy poén hét, Krisz. Könyörgöm, ICE, vegyétek már el ettől a fogyatékos kisgyerektől, ez egy senki házi ez a kisgyerek. Szebb szavakat nem is tudnék rá mondani. Miért moderátor még nálatok? Most konkrét, ráírok az ICE-ra. Ráírok az ICE-ra, és megkérdezem. Esküszöm érdekel. Hallod? Kérdezem. Elviszi a babzsákot. Nem, csak vidd. Csak vidd, csak vidd, csak vidd. Csak vidd, csak vidd. Jó poén, látod? Itt is tökre lebeszélte. Hát ez a KDS hibája volt. Ebben nem volt benne az ICE. Hé, az ICE-t ne bántsátok. Ciao. Szia. Sziasztok. Sziasztok. Csak. Jó bulizás, sziasztok. Mondjuk átveszem 500-ból, hogyha gondoljátok. Igen? Ciao. Neked adom. Ezt tényleg, ezt már elhoztuk, ezért már nem fognak utánunk jönni. Nem? Nem. Hol rakjuk? Hát valamit kitaláltak nekünk. Ha kidobnak a fesztivál területéről, akkor nem a mi problémánk, jó? Jó lesz, le tud ülni, ha a koncert közben, mi? Nagyon jó, sziasztok! Úristen, bazd meg! Visszavitték ezt is. Jó fejek voltak, és visszavitték ezt is, gondolom. Ennyire gyengelmélyű, hogy legyen valaki, bazd meg, ezt nem is értem. Üdv! Köszönjük a megkeresést. Sajnos csak később értesültünk a lopott babzsákunkról. Természetesen semmiféle egyeztetés nem volt. Vagyis nem ismerek olyat a standnál, aki tudott volna róla. Az egy másik kérdés, hogy nem vették észre az ott dolgozóink a lopást. Hisz nem egy sörnyitót, hanem egy komplett babzsákot loptak el. Feljelentést nem terveztünk tenni, a tárgy értékére való tekintettel, de nagyon köszönjük, hogy szólt nekünk. A jövőben semmiképp nem szeretnénk, még csak a Heinekenes standjaink közelében sem látni ezt a kettő srácot. Tisztelettel, XYZ. Érdekes. Vajon azután a fesztiválról is ki fogják tiltani őket? Sziasztok! Vegán, mert kidugta a seggét, és ezért vegán lett. Nem tudom, hogy ez mitől lett vegán, ez a vegán skinje neki. Ez is bazd meg, olyan primitív. Hát lát, nekem van csak ilyen kifinomult humorérzéke, vagy nem tudok ezeken röhögni. Ez csak szimplán szánalmas. Lehet így szokott bepucsítani, amikor nem megy a stream. Amivel amúgy semmi bajom nem lenne amúgy. Hogyha együtt vannak, akkor vállalják föl nyugodtan. Én leszek az első, aki megtapsolja őket. Erre, fordulj meg. Erre? Erre. Én azt tudom elkezdeni. A gaminátornak is így pucsított? Lehet, tesó. Ahhoz képest, amit amúgy a múltban csináltak, egész elfogadhatóan viselkedtek. Nyilván benne van a megalázás, de nyitottabbak voltak, mint gondoltam volna. Én szoktam nézni őket, de sok dolog van, amiben nem értek egyet, ha hét Kriszt nem veszük figyelembe. Miért? Most figyelj! Oké, a múltban azt mondták, hogy a főriket ilyen rezervátumokba kell tenni, és akkor azok nem mennek az emberek közé, meg ilyenek. Ezek után, hogyha a te elvárásainak ez megfelelt, az baj, szerintem. Mert oké, nyilván nem azt mondta, nem az volt a premisszája a dolognak, hogy oda mennek mindenkihez, és akkor mondják, hogy te dögölj meg, mert más vagy, mint én. De hát azért
Azért lehet látni, hogy a cseten is vannak ilyen dolgok, hogy fel kéne robbantani az embereket, meg stb. Nem hiszem, hogy itt jó példát mutattak ezekkel a dolgokkal, sőt, szinte biztos, hogy nem. Ők úgy gondolják még mindig, hogy a gyerekek kurva sok jót tanulnak tőlük. És engem ez kur fel. Mondják, hogy egy, a gyerekekről nem tehetnek, hogy a gyerekek nézik őket, és hogy alapból nem gyerekeknek gyártják a tartalmat. Jó, nem gyerekeknek gyártják a tartalmat, és nem tudnak vele mit csinálni, ez kettő dolog. Csak hogy itt jön a másik dolog a képbe, hogy ők amúgy azt mondják, hogy a gyerekek azok kurva sok jó dolgot el tudnak tanulni ebből, meg hogy ők a legjobb dolgokat tanítják a gyerekeknek, és mindig törekednek erre. És ennek ellenére mégis gyűlölködést látunk. Nagyon sokszor. Annyira kimerül jó példa, hogy edzésre buzdítanak, és mondják, hogy ne vépeljél. Elcigi. Ez a kettő jó példa, amit mondanak a gyerekeknek, hogy ne elcigizzetek és edzetek. Jó példát akarnak mutatni a fiatalságnak, az olyan példákat mutatnak, hogy folyton lopni akar KDS, Ice meg folyton kunyerál, trágár beszédet használ, a vegánokat kigúnyolják, nőkről negatívan beszélnek, lenézik az embereket, meg folyton promóval jönnek, meg ilyen hülyeség. Hát igen, lenézik az embereket, meg tényleg ez a szexizmus is gecigáz, meg a homofóbia is gecigáz, és még hogyha ezekkel poénkodunk is, az sem segít amúgy az embereknek a megítélésén, meg azon, hogy a kisgyerekek eltanulják a kibaszott gyűlölködést, vágod. Ki tudja, figyelj, lehet, hogy azért megy el boxolni a kisgyerek, mert annyira utálja már a főréket a két okos miatt, hogy vesz egy főris boxzsákot, és akkor nyomja legalább a testmozgást. Valamit valamiért. Tanultak jót is, csak nem olyan sokat. Kettő napra lehetett jegyet venni, 20 000 forint volt a jegy. Nem lehet egy napra jegyet venni ide. A kurva életben mondom. Én ott felbasztam magam. Vettek jegyet? Hát, bazzak, nem, miért nem írtatok az e-mailbe, hogy promo ér, izé, haha. Még lehet, hogy válaszoltak is volna az e-mailbe, hogy ide ne gyertek, bazzak. Mit látsz? Nem mondod, bazz, ne idegesíts fel. Ez Fortnite-os, nem? Megint valaki másnak a utcához hozzányúlnak, ami nem az ő véké, ez is keci tiszteletlenség. Teljesen mindegy, hogy mi az, ami nem a tiéd, az ne nyúljál hozzá. Most ezt elhozod, Forrill? De csak rám ragadt. Na menjünk tovább, van még tovább is amúgy, de itt most annyira jó programok bent nincsenek, csak ilyen kártyák. Kéne egy ilyen counter, hogy hányszor lopja le másnak a cuccát, vagy hányszor kunyeráltak, tényleg amúgy. Kázások, ott megjött a katonaság. Lehet egy képet csinálni? Persze. Sziasztok. Bocsi. Felbusztolunk téged. Ja, még kapunk fegyvereket. Van késetek? Fake everything, guys. This is the Mondokan anime gathering. These are fake guns, fake everything. Not even airsoft, these are plastic. What? Elmondta a Twitchnek. Így most már biztos nem fogják kibannolni. Everest, MILF, Puma, csöcse, mint a Mont Everest. Figyeljétek, eljátszunk most ezt a jelenetet, én jövök az oszlopba. Hét Krisz nagyon, nagyon begyomta a PNG-ket. Vajon milyen PNG van még a gépén? Próbálj meg vicces lenni, kihívás! A születése óta nem sikerült neki. Most véget! Mit? Bocsi. Meghalt! Tessék! Tessék! Na, rájuk szóltak, mert zavarják a játékosokat. Hát igen, mert ott beszélgetnek, mi játszani próbálnak. Le most kiküldenek minket. Tessék! Valaki bereportolt minket, vagy te vagy itt a moderátor? Megjött az ördög. Igen, én vagyok a moderátor. Mi vagyunk itt az alkotókában, ezt megjátékoztatunk. És ez a tömnek az, ahol a játszunk. Megnézem meg. Mr. Diabetes Discord mod. Ez beírt a Zeki. Az meg Zeki. Eddig nem héter volt? Én nem tudom, hogy a Zeki mikben van. Így is elég nagy hangzavarnak. Hozz meg. Nem, mert ez nem is volt. Biztos kézbe teszem. Hát verik át, és ő ülgődik. Biztosíts ki. Na, elteszük, jó? Nem szeretnék zavarni. Köszi szépen. Na. Fel se ismert minket VR-adra, és pedig a legjobb DC modunk csak, azt elküldött. Most nem tudom, hogy ez még volt a poén, hogy moderátor, és akkor izé, huha, hihi. Nagyon, itt hol volt a tiszteletem, hogy szépen megkért téged valamire, hogy ne zavarjad ott a dolgokat, és akkor erre nem azt mondod, hogy ja, jó, rendben,
Oké, és odébb megyünk. Elkezditek ott poénkodni. Ezért reportoltak minket is, te vagy itt a moderátor, hihi. Ah, Istenem, bazd meg. És még direkt lő a pisztolyjal egyet, hogy ott még idegesítse őket. Ez tényleg kibaszott tiszteletlen. De azért tényleg, ezért ott az Ice beírta a Discordra egyet. Tényleg, nagyon sok tisztelet volt ebbe. Kurva sok tisztelet volt az emberek felé. Ők úgy mentek oda, hogy itt jól érezzék magukat, mindenki tisztelnek, mindenki jó fej, ők is jó fejek, és akkor és csak őket nem akarták befogadni, és jaj, igen, megint mi vagyunk az áldozat, igen, olyan rossz az mondokon, bántanak minket ott, pedig amúgy mi nem bántottunk senkit, majd én is megcsinálom a videót róluk most erről, és akkor én leszek a szar, hogy bazd meg, megmertem nézni, és kimertem mondani azt, hogy ez geci nagy tiszteletlenség, és akkor megint ők lesznek az áldozat. Mert mindig ők az áldozat valahogy, mert mindenkinek a világon tudnia kéne azt, hogy ők kik, mit csinálnak, hogyan csinálnak, és hogy neked hogyan kell viszonyulnod hozzájuk azért, hogy jó legyen a szituáció. Vagy nem tudom, hogy itt amúgy ennek a srácnak, aki megkérte őket, hogy légy szíves, menjenek odébb. Mit kellett volna csinálni, hogy ez a szituáció jobb legyen? Ennél tisztelettudóbban nem tudta volna megkérni őket szerintem, hogy menjenek el. Itt kibaszott narcisztikus mindkettő. Persze, hát azért ők az áldozatok mindig. Átlag DC mód volt a pali. Átlag DC mód volt a pali. És ezt gyerekek írják. Úgyhogy... Jó, hagyjuk. Csúnyákat fogok mondani. Szia! A két okos miatt írok neked. Én az alkotók tábora szerepjátékot képviselem, a D-csarnokban vagyunk, szerepjátékos élményt, kalandokat, meséket adunk a játékosoknak. 6 asztalon plusz egy kiállítói asztalon nekünk 2 összetűzésünk is volt a két okossal, mivel a miénk a terület és a felelősség a székekért, asztalokért, illetve a kon ideje alatt állandó szolgáltatást nyújtunk, az asztalainkat felcímkéztük, hogy ez nem egy étkezőasztal, itt játék folyik, kérlek ne vihetek le, megértésedet köszönjük, stb. Ezt a két okos utólag kiderült, livestream alatt elég hangos, negatív kommentárral illették, és az egyik társszervezőmnek kellett közbe lépnie, aki elmagyarázta, hogy miért van ez ott, és hogy ez az alkotók tábora területe, és ez itt egy játéktér. Természetesen a livestream véletlenül derült ki, mivel ők nem szóltak róla. Valamivel később újra megjelentek, és most katonai airsoftos emberekkel. Egyrészt elkezdték a felfújható unikornis díszünket csesztetni, majd teljesen be is léptek a játékterünkre, ahol épp minden asztalnál játék folyt. Ők pedig hangoskodtak és el is sütötték a gázzal töltött airsoft fegyvert, ami amúgy tilos a mondokon területén és behozni is tilos. Földön fetrengtek, ezzel zavarva a játékosokat és mesélőinket, erős fellépésre távoztak, csak a livestream jelenlétét nem mondták el. Gamerek a szabadban, srácok! Nem, sose tudtam, hogy ezeket a farkakat hova vannak ötecselve. That cannot be real. Nem, most sem vennem egy világtört össze. That cannot be real. De ember, én odamentem egy 11 éves kislányhoz, és volt egy farka. Az fix, nem, az fix ilyen, az egy övön van rajta. Chat, az egy övön. That cannot be real, bátya. Inkább beszélj angolul. De ember, én odamentem egy 11 éves kislányhoz, és volt egy farka. Az fix, nem, az fix ilyen, az egy övön van rajta. Chat, az egy övön van rajta. Nem küldtek. Nem láttál ilyet? Még ilyet képet? Arra, menjünk be. Csak lesz téleli, megnézzük. De ott a kajádom. A KDS ez tényleg azt hiszi, hogy ezeket a falkokat csak úgy lehet oda tenni, hogy segédbe dugod őket. De ez egy öv. Ne idejesen. Hát az durva, hogy már 11 évesek is elkezdik. Hát fiatalon kezdi, valljuk be. Én tudom, ezek, van-e itt télerő? Tudom, hogy ezek hogy működnek. Jézusom, bazd meg. Primitív. Undorító. Nem poénkodunk szexuálisan gyerekekkel, semmilyen kibaszott kontextusban. Ez miért ilyen kibaszott nagy kérés? És ebből még nem tanult? Ebből nem tanult még? Amikor az Ice mondott dolgokat a Laurára, nem látta azt, hogy ha haverom az ilyen hülye, akkor én nem leszek ilyen hülye? Nem. Semmi esze nincs. Két okos. Meg gondolom ez a két okos az úgy jött, hogy biztos hogy a haverok voltak, és akkor mondta valaki, hogy na ott van a két okos, tudod. Csak ezt általában nem úgy szokták mondani, hogy ők tényleg okosak. Tehát, hogy valaki azt mondják, hogy na, az okos, az ez nem azt jelenti, hogy okosak vagytok. Lehet, hogy így lettek elnevezve, és akkor ezért lettek okosak, nem? Itt is lehet érezni, hogy az Ice többször elmondta, hogy az egy öv, és hogy ezek így vannak, és kész. Próbálta lezárni ezt a témát. KDS meg fogta magát, és folytatta tovább, hogy már 11 évesen elkezdik, nyilvánvalóan arra utalt, hogy biztos feldugta magának a 11 éves kislány a kibaszott ott, aminek van egy vége, ami egy farok. KDS, miért gondolsz ilyenekre? Csak szeretném megkérdezni. Miért gondolsz ilyenekre, KDS? Kérlek, mondd el ezt nekem. Miért ezek a dolgok jutnak eszedbe, hogyha egy gyerekről van szó? Erre, hogyha tudsz nekem értelmes választ adni, akkor nagyon szeretném meghallgatni, KDS. Hallgatom.
És van neki is kis húga. Hogyha húgodra mondanám mondjuk ezt az ice, akkor nem ütnéd pofán. Csak kérdezem, KDS. Mi lenne akkor egy ilyen szituációban, hogyha mondjuk csak az ice ment volna, és te nem lennél okos, vagy le mondjuk kettő KDS lenne, vagy nem tudom, egy másik szituációban, amikor nem te vagy a streamer, hanem mondjuk a húgod az a lány, akiről éppen szó van, és nézed ezt a Twitch-en, akkor te hogy reagálnál erre? Szeretném megkérdezni KDS, és hogyha rosszul, akkor kicsit gondolkodjál azon, hogy a faszomba viselkedsz, és hogy lehet gondolkodni kéne, amikor mondasz ilyeneket, bazd meg. Vagy úgy esetleg bármit. Ott van Ice Blue Bird. Menjünk már oda egy képre. Ice Blue Bird. Csak a konkurens Ice. Az első és igazi Ice. Minecraft, meg... Oh, ez hogy történhetett? Ez megjelent az a Minecraft itt, azért mert egy Minecraft youtuber van, Jézus. De eddig a legjobb overlay amúgy, én azt mondom. Rételjük. Ez egyet tudunk érteni, nem srácok? Ez most egy jó overlay, az első olyan, ami jó volt. A Krisztől. Hogyha nem lőtte volna el előtte háromszor véletlenül, akkor most amúgy tényleg jó lett volna. Rövidre zárta az öreg, de még meg akartam kérdezni, hogy az egész teste be van-e festve. Kékre. Minden egyes négyzetmétere. Csak őszinte. Igen, szóval megint arra akartál utalni, hogy vajon a pinály is be van-e festve. Igen, haha, XD, ezt még egyszer se játszottátok el ebbe a streambe, gratulálok. Oh, Istenem, bazd meg. Másodjára sem volt vicces, de lehet, hogy harmadjára majd kurvára vicces lesz. Kíváncsi vagyok rá, KDS. Adok egy ezres, hogyha lősz egy képet ott a szélsővel. Egy ezres? Nem szorulok, lehet a soha. Hallod 20 000 forint. Á, ilyenkor már nem szorul rá, bazd meg. Csak akkor szorulnak rá, amikor kunyerálni kell cégektől, meg emberektől. Meg el kell lopni dolgokat, aztán visszavinni, mert amúgy poén volt. Tudod, a srác, akitől elvették az ezrest, arra se szorult rá. Jegyre, amit elfizettél. Azzal a férfival, aki teljesen úgy néz ki, mint egy nő, ezért férfinak fogom hívni. Egy ezres, vagy? Nem szorulok, hát a só. Hallod 20 000 forintot basztunk ki a jegyre, amit elfizettél. Egy ezres, most visz... Itt is teljesen tiszteletteljes volt. Még hogyha azt mondta volna, hogy a rózsaszín hajúval? Tessék! Senkit nem sértettél meg vele, és nulla energiát kellett belefektetni abba, hogy ne mondd úgy, hogy sértő legyen. Ez valakinek ennyire nehezére essen. Nem a nőre értette. Szerintem azt mondta, hogy a szélső legyen. Nyilván direkt mondta egy férfi. Persze, hogy direkt mondta egy férfi. Hogy kell szerezed azt az ezres csodolni? Bal szélsővel, az a férfival. Hát, hogy lehet nő. Szemüvegesen. Szemüveges, igen. Bal félső, az a férfi, lehet nő. Na kíváncsi vagyok, lehet, amúgy az a legdurvább, hogy tényleg nő, az még rosszabb. Mármint, hogy azt mondták rá egy férfi. Köszönöm, lősz fel. Nem vele. Na, mit szerte. Szia, bocsi. Tudsz csinálni a barátommal egy képet? Aha. Hogy beálltok mellé, és akkor így közre fogjátok. Ja, hogy ő. Hallod? Ő tényleg lány. Amúgy. Szerintem. Fel tudod emelni? A barátod? Igen. Ő actually egy lány. Szóval gratulálok, ez egy lány, akin van egy paróka. Ti pedig direkt azt mondtátok rá egy férfi, mert azt hittétek, hogy transznemű, vagy csak nőnek öltözött, és nyilvánvalóan a gyűlölet miatt, ami bennetek van ezek ellen az emberek iránt, emiatt azt mondtátok rá egy férfi. Egy nagyobb lány, az már férfi. Igen. Fel tudod emelni? Így két karba. Hallod, te mi vagy? Nagyon durva. Ez nagyon jó indexkép. Jó, kösz szépen. Köszi. Sziasztok. Na most mit tudom mondani? Ember, miért nem emeltetted fel magad? Csinálom, hogy nem akarok, szóval mindegy csináltam fel egy képet. Persze, csinálsz velünk. Neked a kis... Miért nem emeltetted fel magad? Damn, bro. Ez is mennyire gázban, hogy föl kell emelni az ice-t. Ilyen kis picik ember. Föl kell emelni. Mindenkinek fel kell emelni. Te mi vagy? Dillo, Kraftás. Ja. De ezért galaxis őrzében vagy az. Igen. Nem? Nem. Rostars. Egy amerikai dollár. Ha KDS az elkövetkező 10 percben mondani fog valami elképesztően sértőt, pörög egy subgift. Na, ez srácok, ez jó játék, srácok. Ezt adom, ez jó játék, Doti. Hogyha az következő 10 percben a KDS megsért valakit, akkor mindenki dob egy subgift. Bazd meg, én utálom a Shrek-et. Na jó, oké. Okay. Utálja a Shrek-et. Jézusom, ez rosszabb, mint minden, amit eddig mondott. Túl messze ment a KDS. Hagyja szabadon a biztonsági sávot. Isten, túl messze ment a KDS. Hogyan? Hogy lehet a Shrek-et nem szeretni? Őszinte leszek, szerintem ez nem volt olyan vicces, érted? Szerintem ez nem volt olyan vicces, de...
mocskosul fel lett fújva. Én szerintem amúgy vicces volt. Mert olyan nehezen akarták oda, pont azért, mert olyan nehezen akarták odaadni, és akkor igazából meg csak leveszed, ezt érted. Következő vágókép már az, hogy ott a kezemben, de utána meg nyilván... De, ki a... Most értitek azért, nem szorulunk rá egy gyertyára szerintem ezt, de senki se gondolja komolyan. Minden srácok, el lett sütve egy ilyen, gag, utólag rossz vízhang lett, nyilvánvalóan, Isten igazából lehet, nem kellett volna így ilyen izével viccelődni, de nem tudok mit csinálni, tesó. Én szerintem jó vicc volt. Kádér szerint jó vicc volt. Ez a mai stream kezdés. Ezen annyira kiégtem, tesó. Ez a mai reakciója. Ez 10-es skálán mennyi lesz szánalmas, srácok? Srácok, ez L vagy W? Ez L vagy W, chat? El! Ez hogy el, srácok? Ez hogy el? Börtön kamu dráma. Amikor róluk van dráma, az kamu. Azt már így egyben el lehet nevezni úgy, hogy kamu dráma. És akkor így már tudják a nézők, hogy teljes mértékben kamu. Tök mindegy, hogy míg ahol kapcsolódod oda, mert akkor így már tudja a néző, hogy ez kamu. Hát kamu az egész. És akkor így le van rendezve. Tök jó. Teljesen. Odaírtam. Bros clowning on himself. Crazy. Saját magán bohózkodik. Még egy normális bocsánatkérésre sem telt. Igazából, és írt, hogy hát, hogy elnézést kér, de nem tudom, hogy azzal a lány, azokkal a lányokkal beszéltem amúgy, vagy ilyesmi. Gondoljatok bele, hogy az egész szituáció őt annyira felbaszta, hogy elment a boltba, vett kibaszott sok gyertyát, telerakta a szobát gyertyákkal, meggyújtotta mindet, és így indította el a streamet, hogy ég a gyertya, ég, és akkor ott izé bohózkodott rá. Nagyon-nagyon-nagyon gázos. Az egója nem engedi bocsánatot kérni. Ez szenvedély, tesó, belerakja az effortot, mert big streamer. Ja igen, tudom, ez olyan, mint a Kaisenet, igen. Csak hogy neki mondjuk az egész szobáját átrendezik, hogy úgy nézzen ki, mint az Elden Ring. A kiabálást kell csak elmásolni tőle, és az bőven elég a gyerekeknek. A jó dolgokat nem kell ellesni. Ott írta az Oye Chesty, hogy gyertek a Miamor pulthoz. Sherlock Holmes vagyok, és investigálni fogok. Lehet, hogy mégsem csak látásból ismerték őket. Ettől függetlenül nem úgy gáz az egész, nyilvánvalóan. Csak ezt így látom, hogy itt konkrétan a csaj írta be, hogy jöjjenek ahhoz a pulthoz. Nem, mordibáltunk, integettünk, csak az is igaz. Maguknak keresték a bajt. Hát amúgy tudniuk kéne, egy idióták ezek, és le kellett volna szarni. Nézték a streamet, és vártak, hogy mikor jönnek a pulthoz a két okosék. Úgy meg amúgy, hogy ha erre vártak konkrétan, nyilvánvalóan nem számíthattak arra, hogy a KDS ezt fogja csinálni, meg lehet, hogy annyira nem nézik a streameket, hogy tudják, hogy a KDS-nek van egy ilyen gegje, van egy poénja, az a poén, hogy ellop dolgokat úgy, hogy nem számítasz rá. Ez a poénja. Igen, igen. Na, az is lehet, hogy valaki csak mondta nekik, hogy itt van a két okos, és akkor onnan már akkor elkezdték nézni, hogy hát, hogyha már úgyis ott vannak a pult mögött, és unatkoznak, hogyha nincs ott épp senki, akkor tudják nézni, hogy mi megy a többi részén a mondokonnak. Tehát azért nem kell emögé olyan nagyon durva dolgokat belátni, hogy most úristen, izé, biztos évek óta nézi a két okost, és hogy izé ez direkt volt, hogy ki akarjon baszni velük, vagy valami. Mi vagy? Ilyen motó, szesen. Amúgy hallottam a nevét, de amúgy nem tudom, kicsoda. Egy élő karakter volt, tehát nem én. Na, igen, itt is a chat. Jabber, DC mod. Teljesen ilyen történet. Kung Fu Panda. Körülbelül Jackie Chan. Megmutatod a live? Arra miért néz ki úgy, mint a Dice? Az a neve, hogy Dice, abok. Ez miért néz ki most úgy, mint a Dice? Cosplay-en. Hasonmás vagyok, én őt cosplay-elem. Nagyon durva hasonlítasz rá, Gergely. Vajak? Rohadjak meg. Amúgy se nézem, de... Arra nő gyűlölő faszapókod a félgecire. Á, nem szeretem amúgy, nem csípom. Az a igazság a rendtartalmakkal, hogy mindig annak a... Nem csípom a gyereket. Ja. Ez mekkora fasság. Jó meglátásod a világban. Na mennyi? Örültem. Szép napot. Ciao. A fogtündérekkel? Fogtündérekkel? Megvan, köszönjük. Nagyon köszönöm. Kezi csókolom. Vad volt? Kemény képet, és ott integetnek. Sziasztok! Sziasztok, mit?
mit szeretnétek eladni? Nyertem! Az egész rigged volt. Rigged volt az egész. Jöhetnek a subgiftek. Én nem tudtam amúgy. Én elfelejtettem már sinom, amúgy kölyek nem tudtam. Jöhetnek a subgiftek, srácok, nyertem. Vesztettetek, mert itt el fogja lopni, és akkor így az a lopással megsértette. Mert itt, az itt történik, és ez 20 percnél van pont. Tehát itt 1-20-ig mentünk, ugye. 1-10-től. Na, azért észre van. És a tisztátlenség megvan, hogy... mondja a KDS, hogy azért ésszel, azért ugyanúgy ő ellopja amúgy. Itt meg ugye kaptak ingyen termékmintát, és meg az ingyen termékminta után is a KDS úgy gondolta, hogy ez tök jó poén lesz, és nem tudom, így meg kell őket prankálni. Vidd már vissza. Na kérem. Hát, lehet, hogy pont akkor mondta már, hogy vidd már vissza, amikor meglátta a csajt. Ezt nem tudjuk, mert nem láttuk azt a kamerába, szóval ez ilyen 50-50. Ott vannak maszkok, nem? Ezek szexi játékok? Csak ez könnyen összekeverhető. Szexi játékok. Túl sokat gondolnak ezek a srácok a szexre, amúgy én azt vettem észre. Úgyhogy amúgy tudják azt, hogy a gyerekek nézik őket, mert ugye azt is mondják, hogy a gyerekek azok sok jót tanulnak tőlük. Tehát akkor azt tudják, a gyerekek nézik őket, akkor miért beszélnek ennyit a kibaszott szexről? Köszönöm, ez egy Dark Webről. Tehát, hogy a nyerszadó tudod, akkor tudsz venni egyet. Rocsmi! Látotok már ember, látotok már Dark Webben ilyen... Ne, ilyenesek, 10 évesek. Persze, mindent. A Dark Webet ne keressétek fel többször. Megbeszéltünk? Sose. Na, egy képet lőjünk, aztán gó. Köszönöm! Azt mondta 10 évesek? Kölyök ezt mondta, hogy 10 évesek? Látok már Dark Webben ilyen... Ne, ilyenesek, 10 évesek. Persze, mindent. De látok. Istenem! Ez az Ice mondta, hogy ne mondja nekik a Dark Webben, mert hogy 10 évesek. Megbánták, hogy oda mentek hozzájuk. Hát ezt nem csodálom. Próbáld meg KDS, menni fog. Fogni kell a rudat mögötted. Nagyon jó! Le kell hoznod! Bassz meg! Jó! Egy kis iShow speed. Már nagyon unom. Rettenetesen unom, srácok. Ez offalom a gecibe. Eleget láttam. Nézzem meg a végét. Akkor legyen, hogy én egy ilyen mangósat, vagy mi ez oldalt? Az a baj, hogy ez most a fölött a legjobb. Ő azt hiszik, hogy ők a királyok, és így mindent megkapadnak ingyen. Hát, már amúgy a mondokon tépszerűsít. Ja igen, Ice mondta, hogy nézzem végig, nincs benne semmi gáz. És itt amúgy nem is ez a gyertyalopással volt a legnagyobb probléma amúgy. Ez a baj. Ez ezerszer jobb, mint ez a szarba böltő. Ez mocskos jó. Ingyen volt mindkettő. Ez tényleg nagyon jó. Na, sziasztok, chat! Képzétek el, mert majdnem befejeztem ezt a két okosos kis videónkat, ami ugye mondokonon történtekről szól. Mi ugye vodnak a második felét meg se néztük, srácok. A gyertyás intro kurva gáz volt, igen, az volt ugye az elsődleges bocsánatkérés, de azóta volt egy másik streamjük is, aminek ugye az volt a címe, hogy beszélnünk kell. És ez nagyon komoly volt, mint látjátok itt, már KDS-nek is le van vágva a haja, ebből látszik, hogy milyen komoly. Ez egy komoly téma, szóval így is kezeljük ezt. Ez egy komoly téma. Boxoltam, csúdoztam, akkor éreztem. Komolyan? Igen. Ez tök jó. Na, akkor neked se szólnék be. Azt hallottátok? Csúdózott, boxolt, mindent csinált a csaj, szóval nem szólna be neki. Famous last words. És hát mennék a konyhába takarítani. Azt mondja, mennék a konyhába takarítani. Hát, 5 másodperc telt el. Általában a nők szoktak takarítani a konyhában, ugyebár. És akkor a férfiak szoktak harcolni, de mivel ez a nő ezt tud harcolni, akkor ő megy a konyhába, és ez a poén, érted? Szexista, érted? Na, most írjátok be chatra egy W mosógép, vagy valami vicceset. És a fakanalat ne adjatok a kezébe. Fakanalat ne adjatok neki, ez is csak arra utalt, hogy a nőnek a konyhában van a helye. Yay! KDS ismét megmutatta, hogy mennyire kibaszott vicces. Majdnem olyan vicces, mint amikor azzal viccelődött, hogy visszaütött az anyjának. Az is geci humoros amúgy. Bocsi! Szégyent hoztál barátomra, de nem baj. Jó volt, köszönöm. Halkan megsugnám, hogy nem hiszem, hogy ő hozott szégyent a barátodra. Ezt így egymásnak, illetve saját magatoknak csináljátok általában. Hallod, ők kinek, ők miből öltözött? Ő miből öltözött? Kicsodok. Most nem mutasd oda a kamerát, de miből öltözött? Jó. Ciao. Kicsodok. Ő te köcsög. Én nem mutatom oda a kamerát, de ő miből öltözött.
Itt most megint valakit kiröhögtek és bullyingolták, de mondták, hogy nem mutatják meg inkább a kamerába, de hogy minek öltözött ez az ember, aki ott van előttük. Most valakit kinevetnek éppen. De nem rossz indulatban mentek, ugyebár. Igen, ez fontos. Ja, értem, hogy kire gondolsz. A srác mögött ül egy teltebb lány. Még beleüvölt a csaj fülébe ember. Mi a fasz? Oda, aha, látszott, igen. Tesó, ez a Star Wars volt. Te kütyög. Na menjünk. Ja, ugye, aranyosak itt az emberek. Na, aranyosak az emberek, igen. Előbb is erről bosszol nyilván. Isten, geci. Anyád avatára széltörő. Csehet. Széltörő. Jézus. Mit tör? Nyomok selfie-t. Jó. Mit szeretnétek? Áááát, igen. Ez az hét visz. Neked egyetlen egy priagot kell, én ötöt toltam egy... Igen, azért oda kell menni, mert van nála egy meleg zászló, és úristen, hát ő akkor egy meleg ember, és megölelt egy meleg embert, biztos el fogja kapni tőle, vagy nem tudom, bazdnek, hogy ez a nagy poén, bazdnek, hogy meg kell ölelni valakit, akinél van egy szivárványos zászló. Ez nem kívás. Táskát le is veszünk. Ezt klippeljétek ki TikTokra. Na igen, ezt ki kell klippelni TikTokra, hogy megölelt bazdmeg valakit, istenem. Ebből is látszik, bazd meg, hogy a KDS az idiótábbik. A KDS nyomja ezt a sok szart. Ájsz, az oda sem ment volna, de a KDS akkor egy tahó, bazd meg. Nem tudom már melyik a tahó, streamről streamre változik. Amúgy én is észrevettem, most a KDS rosszabb egy kicsit. De hát amúgy igen, amit a gyerekkorukban nem kaptak megölelések, azokat itt mindet be tudják pótolni legalább. Ja, felváltva csinálják, versenyeznek, hogy melyikük tud nagyobb tahó lenni. Szia, te mi vagy? Én egy saját karakter. El tudsz varázsolni engem? Megpróbáltam, de szerintem nem fog sikerülni. Már most elvarázsoltál. Én is. A rizmester! Holy riz! A rizler, a KDS. Én amíg gondolkodtam rajta, hogy írok egy levelet a szüleiknek, az Ice-nak, meg a KDS-nek, hogy nézzék már meg. A legjobb klippeket így össze kéne válogatni. Hát, ha megnézi a faterja egy jó napon mondjuk valamelyiknek, és... ez esetleg elbeszélget vagyok, vagy nem tudom, de hát, hogy ez így nem jön szembe nekik az interneten, meg senki nem mondja nekik, bazd meg. Nem is értem, hogy ők nem olyan családból származnak, ahol szerintem ezt így elfogadják. Meg ennek amúgy van tétje is ám. Az Ice-nak az apukája nem egy kis ember. Értelmiségi, igen. Értelmiségi családban nőttek fel mindketten, de hát az értelem az kimaradt belőlük. Tavaly is voltak, és érdekes, akkor nem voltak ilyenek. Tavaly is ugyanez volt. De hát várjál már, hát most ők azt mondták, várj most, hogyha ez a második volt. De a Discordon meg azt írta, hogy ő meg akarja nézni, hogy milyen ez a community, meg hogy ők nyitottabbak akarnak lenni. De akkor, ha már egyszer elmentek, akkor miért akarták, akkor mi az, hogy meg akarták ezt nézni, hogyha már voltak ott? Akkor ez is egy kurva nagy átbaszás. Mi van, macska? Ne! Bólogat rá, bazd meg, de nem jön le. Tudom, minek nem szól. Bocsi, szabad ez a hely? Na, egy sárgát és egy pirosat szeretnék kérni. Sárgát és egy pirosat. Most táncoltál. Jó, oké. Ezeket a kis képeket fogjátok majd kidíszíteni a tánc közben, úgyhogy... Ott is a csaj most ránézettet el óra, meglátta a csetet. Ez is bazd meg, leülsz valaki mellé és berakod az arcába a telefont. Úgyhogy nem mondod meg, hogy streamelsz, nem mondod azt, hogy bármi selfie vagy akármi, ez is... Megkérdez, hogy szabad-e a hely. Hát már csak azt sem mondta meg, hogy amúgy, hogy azzal a lendülettel, hogy odaül, 3000 ember fogja látni. Az kimaradt. De legalább megkérdez, hogy szabad-e a hely. Igazod van. Mindjárt írják a cseten, hogy férfi melletted. Tuti. Bármit kinézek belük. Hajrá! Mondott, nem is értettem. Istenem, hét Krisz, könyörg! Fú, szegény hét Krisz, geci, hogy ennyi észt adott neki a jó Isten, bazd meg. Pray for Krisz. Most már tényleg azt mondom, már semmi rosszat nem kívánok neki. Imádkozzatok, hogy egyszer megjöjjön az esze. Ja.
mindjárt ráteszi a fejét, mindjárt rádől, bazd meg. Ez aztán kurva tisztelet teljes, bazd meg. Ez az összes tisztelet teljesség, amit írt az Ice a Discordon, hogy ők mindenkivel tisztelettudóak voltak, meg a nagy lófaszt. Egy emberre voltak eddig tisztelettudóak, igen. Nem amúgy azokkal voltak tisztelettudók, akik vagy a nézőik voltak, és oda mentek izé spanolni, vagy az az öreg bácsival. És így nagyjából ennyi. Mi a faszomat csinál, geci? És Csai is nem tud mit reagálni, vágod? Már hozzá is ér amúgy konkrétan, hozzáért, geci. Én neked írnak, hogy kicsike nagyon élvezi. Azt mondják, az egy férfi, és tényleg beírta valaki. Hát bazeg, ilyen, így legyen ötösünk a lotton. XD, ezt nem rossz nézni, mit csinálsz? Valaki azt mondja, hogy bajsza van, szegény lány. Igen, megérte, hot girl. Megérte odaülni mellé. De tessék, dőj rá! Ez az bazd meg, hogy mindenkit meg kell aláznotok. I'm so tired. Vágod, odaül egy műsorhoz. Odaül az emberek közé. Ők próbálják nézni azt, hogy ezek ott fönn táncolnak. Odaül az ember mellé. Nézni a táncot, és az egyetlen egy emberrel foglalkozik, aki nem is tudja azt, hogy livestream-el a telefonján. Mert el sem mondta neki, csak odaült mellé. És azt veszi végig, hogy őt baszogatja. Ez tisztelet teljes. Ez konkrétan bullying, baszd meg! Ez a tisztelet teljes, Ice! Hát nézd már tükörbe! De várjál, lehet már tükörbe néztek, mert ott a bocsánat kérő stream, amint 15 percig jeppelnek, aztán szopkodják a speednek a... Na mindegy. Fontos, hogy a vélemény nyilvánítasz, akkor az objektív legyen? Mert eddig pozitívumot nem mondtál, pedig olyan eseményről látnak képi anyagot egyesek, akik elképzelni sem tudták, milyen egy mondokon. Nem vagyok sem annyi, se kétokos fan, de azért teljes legyen a kép, jó lenne ez a fajta tartalom kicsit másabb formában szerintem. The fuck you mean, bro? Hogyha a kétokos nézők tudni akarják, hogy milyen a mondokon, akkor rákeresnek, baszod. Azt ne akar mondani nekem, hogy a kétokosék jót tettek ezzel, mert elmentek megmutatni a nézőiknek, hogy milyen. Mint hogyha csak otthon a tévében csak a kétokos menne. Mert ez fasság. És ezt te is tudod, hogy fasság. Sajnos, hogy vannak ilyen emberek, ez már konkrétan beteges. Kurva sok. Kiégek, geci. Ebben a streamben nem volt pozitívum. Az egyetlen pozitívum az volt, amikor zsebkendőt kért az Ice a bácsitól, és tisztelettudóan tette. A 80%-a arról szól a streamnek, hogy vagy megaláznak másokat, vagy selfit csinálnak emberekkel. És lefettük a 80%-át. A maradék 20, az pedig zaj és sétálás. És így lefettem az egésznek a tartalmát. Hol van benne a jó dolog? Valahol még egy 1%-ot be tudunk tenni, de... Úgy nem jön ki matek. Nagyon szeretném őket nézni, meg szeretni, de sajnos, hogy ilyeneket művelnek és ilyeneket tesznek, nem nagyon bírom el. De néha meg tökre el vagyok streameken, ha éppen bele tudok nézni, és normális dolgot csinálnak, nem például másokat kritizálnak, lenéznek. Az a baj, ez nem is kritizálás, az, hogy kritizálsz valakit, az egy jó dolog is tud lenni, hogyha építően csinálod. De itt inkább csak megaláztak másokat szó szerint. Nem muszáj nézni, Blaze. Tényleg Blaze? És akkor mondok, hogy muszáj elmenni, hogyha nem szereted? Ezen gondolkodja Blaze, hogy ők miért mentek el a mondokonra, ha nem szeretik ezt a közeget. És hogyha ők nem mentek volna a mondokonra, akkor most én sem nézném ezt. Szóval baszhatod, meg fogom nézni. Egy szót nem értek belőle. Egyetlen egy szót sem értek ebből, bazd meg. Ezt se annyira értem amúgy, tehát hogyha valakinek van egy kis agya, akkor hogyha fel akar venni embereket, akik csinálnak valamit, akkor nem hátulról fogja ezt megtenni. Ennek vannak olyan okai is, hogy filmezés, tudod, hogy az embereket így általában az arcuk érdekli a másik embereknek, stb. És illetve nem kell engedély nélkül felvenni senkinek a seggét, szerintem. Igazából ez a két dolog, tehát hogyha alapból így fel akarsz valamit venni, azt nem hátulról fogod tenni, de oké, ott van a gameplay, nézzük rá nekik, bár amúgy oldalasan is lehetett volna, meg nem is a gameplay lényeg, hanem az, hogy táncolnak, mert ez Just Dance, de igen, ez egy ilyen klasszikus, mutassuk hátulról az embereket, aztán majd a chat XD-zik rajta, és akkor mi moshatjuk a kezeinket, hogy hát az a chat volt. Ez mi? Jaj, most berak zenét alá, hét Krisz, úristen. Ooh, that's kind of small. Yikes. Volt már, hogy a hét Krisz hozzányúlt valamihez, és nem ment tönkre. Videót jól tud vágni. Hát, maradjunk annyiba, hogy
hogy az én videóimba pofázna bele, akkor addig is tartott volna az ő kis munkája, azt nem lehetne vissza Fortnite-ozni. Tehát az egyik lánynak kilátszik a bimbója itt, aki táncol, bassz meg. Nehogy azt mutassa a KDS, inkább elveszem a kamerát. KDS megmutatná a lánynak a mellét. Ez, erre már nem is tudok mit mondani, vágon. Előről nem vetted őket, ugye? Hátulról vetted a táncolókat. Persze, hogy hátulról, hát alapból úgy akarta. Nyilván. Nyilván, természetesen. Honnan másra vennék fel embereket? Arra előről nem vetted őket. Az egyik csajnak üszök kilátszik mindkét imbója. Ezt remélem nem vetted fel. Én nem látom. Reméljük. Én nem látom, de... Én ezt a srác, ez nagyon rogta. Hoztál valami gyelmezt, vagy most csak így? Most egyik se pofázik neki élőben, látjátok? Élőben nem olyan nagyon nagy a pofájuk. De picik vagytok. Kösz. Kurva eget. Nem mondjátok majd, hogy nem sikerült felöltözni. Nem. Leadtál az edzésből. Edzél már. Ezen is XD-znek, bazd meg, hogy ott van az Owen McKendry. Csak azon, hogy ő hogy néz ki, vagy hogy nem tudom vágni. Nem értem. Nem értem, geci. Hát te vagy a példaképem, ember. Neked is. De azért, mert leadtál. Leadtál így én is. És hozzányúl a gyerek bimbójához. Geci. Nem, én már csak példaképpen. Hét Krisz. Istenem, geci. Nem mondok semmit, bazd meg. De leadtatok így, most nekünk sincs semmi. Az öreg Owen. Motivációt adjatok a világ. Ne hagyd már menni az Owen. Valakinek most szófosás a bal oldalt. Jól vagy, öreg? Jó legyél, kitartás. Szia, igen. Csókolnak. Nem akarok zafarni. Jó vagy, tesó? Nem itt áll ma. Nem vagy bedrogozva. Pupilládet hagyném? Jó. Itt is bezzeg, csak baszogatják a gyereket, hogy nem-e ivott, vagy drogozott, vagy valami. Ez mi a fasz? De edzetek, mert valami jót kommunikáljátok a világban. De az volt a legjobb dolog, amikor edzés live-ot csináltunk. Edzünk. Azt imádtam. KD az edz. Hát jó, de bazzeg, azon látszik. Jó lézel ki, bazzeg. Hát most nem vagyok 5 kilót fogytam. Jó kedvem, valakinek tuti drogozott. Fix. Mikor a Viszpertó, az agyon kéne rúgni egyébként, az széthoztó. Tehát azt a videót, amit imádom. A barátom azt mondja, hogy Viszpertó a király, meg hogy beszólt nektek. Istenem, bazzeg. Na igen. Ő az igazi rajongó. Találtak egyet. Végre találtak egyet. Imádlak, mint a szart. Hát amúgy úgy én is tudom őket imádni. Ez a Pali miattuk kezdte el így gondolni dolgokat, vagy már így volt és örül neki, hogy végre talált valaki, aki ugyanazon a véleményen van. Fogalmam sincs. Így ide, ülj be. Getszi. Ülj már be. Csett, üdvözlünk titeket a Bahamákról. Mondtam, hogy azt a labdát is azért rakták oda, szerintem, hogy pózoljanak vele, de mindegy. Figyelj. Ez mi volt, tesó? Ez majd a Krisz megvágja úgy, mint hogy fejben ütettek. Ja, az vicces lesz. Ez nagyon jó, vicces lesz. Csáó! Egy kis önreflexió. Az a gyerek meg Owen utána beszéltek. Igen, Owen megmondta annak a gyereknek, hogy ne beszéljen inkább a két okossal, mert meg fogják őt alázni streambe. Erről csinált Owen videót is, és elmondta TikTokom. Srácok, ez a faszi, ez mennyit beszél? Jó gyerek, amúgy. Na, jó gyerek, amúgy éppen beszélget a haveroddal, és közben meg arról beszélsz a nézőknek, hogy mennyit beszél, mert hogy... Szevasz, öreg, jól vagy? Minden legnagyobb rendben, hogy hívnak? Krisztián. Te vagy a Seven Krisz? Nem. Mondták már suliba is. Hagyj ezem azt a pengét. Ezt sem tudom, miért vágta be a Hét Krisz. Van egy tippem. Azt itt be is írta a Hét Krisz, hogy Speed Magyarországon. Ezt nem tudom, hogy most mi a lényeg. Nincs is érek. Nosika, The Tank, Jabber, egyből mindenki bulingolja azért, mert nagyobb darab. Pedóseggal nem tudta senki cancelni, akkor mi mással lehetne? Hát nem jutottak el a klippek elég emberhez szerintem, itt amúgy az lehet a probléma. De nem a cancelölés a lényeg, hanem az, hogy normálisan csinálják a dolgokat, és akkor nem kell őket cancelnie senkinek. Lehet, hogy ez lenne a lényege a dolognak. Egy jégkársát. Ez elég érdekes. Nekem is ne akkor. Most vezető. A menedzser. Jaj, megint a menedzser kell, bazd meg. Ingyen kell nekik a jégkársa.
fú, de jó nekik a jégkás, ingyen, bazd meg. Hát ki szeretnénk próbálni egy ilyen jégkását, most élő adásban vagyunk, meg szeretnénk kóstolni. Igen. De most itt végig kóstoljuk a mondokot, esetleg egy kóstolod kapatót? Az jó egyébként. Kimentem pisilni, és addig történtek olyan dolgok, hogy azt hazudták, hogy végig kóstolják az egész mondokont, ami tényleg nyilvánvaló hazugság. Jaj, ne, kell egy erős férfi. Ice, gyere, hogy KDS valaki. Nem tudom kinyitni chat. Ezt nagyon összeragasztották. Másik oldal könnyebben, hogy az lesz az. Igazából csak kunyerálnak, amikor szomjasak, ez nem azt jelenti, hogy végigkóstolják az egész mondokont. Ez fasság. Nézzük még, hogy mi van itt. Elkezdték itt baszogatni ezt a csajt, és kérdezgetni random dolgokról. Négy levelű lóhereket. Tényleg? Köszönöm szépen, kapcsolom! Köszönöm egyszer hozzánk így írőadásba, így fellép, most azzal foglalkozunk. Eljönne hozzájuk egyszer. Mhm. Rendelek, és utána... Jó. Na, rendel, és utána megbeszéljük. Alig várom már, hogy megbeszéljék. Mennyi? Ó, hát, akkor nem beszéljék meg. Nem beszélik meg az írőadást. Mégsem. Csak úgy ott hagyják szó nélkül a csajt. Ez teljes mértékben tiszteletteljes. Tisztelettudóak voltak. Ahogy mondta az Ice. Jaj, ne! Beszíneződött a nyelve tőle, mint a 6 éves, aki először ivott ilyet, vágod, és így meglátja magad a tükörbe. Dugd ki a nyelvet! Mi van? Mint aki belenyalt, bazd meg a Whisperton seggébe. Mi? XD, egy meleg ember, és azt is mondta, hogy segg. Ez már duplán volt poénos, srácok. Ti hogy nem nevettek ezen az én csetemen amúgy? Miért Whisperton? Hát mert meleg. És a meleg embereket meg kell alázni. Ő szerintük. Ja, meg azért, mert a Whisperton elmondta a véleményüket. Vagy a Whisperton elmondta a saját véleményét róluk. Amire ugye csináltak is egy válasz videót, csak hát a válasz része az kimaradt. Ilyen szivárvány színű. Az kék. A igen, kék. Bocskosú. Ebből is látszik amúgy, hogy hány évesek nézik őket. Erre tudnak x-dizni, hogy kék lett a nyelve, bazd meg. Rengeteg idős ember lehet ott, ahogy itt mondta is valaki a csetem, hogy vannak ott azért idősebbek is, csak ők biztos nem írnak. Hallod, hallod? Véletlen, amikor WC-re mentél, nem találkoztál az avatáros csajjal? Áááá, mennyire primitív. Meg sem lep. Az avatáros csaj. Amit ugye már láttunk, hogy a végén még kergette is a KDS, ugye, csórót. Nem de tudom, csak kérdezem. Be. És szóval egymáshoz szóltatok, vagy mi? Beszéltünk egy kicsit. Aha. Miről? És hogy van, megkérdeztem, hogy bírja a meleget. Miért? De mi melege volt? Na. Lehűtötted? A kis hieges nyelved? Nem. Ha-ha-ha-ha-ha. Elköszöntjük egymástól. Ha-ha, még az Ice se nevetett rajta, vágod, még ő is kínosan érezte magát. A saját haverodat hozott kínos szituációba ezzel, KDS. Nem akarsz inkább csak kilépni a csatornából, és akkor hagyni az Ice-ot, hogy érvényesüljön? Nem, mintha tudna, azért egy esélyt adnék neki. Mondjuk egyedül sem menne ki, mert kellett a KDS, hogy híresek legyenek közösen. Egyedül nem elég szórakoztatóak. Miért nem találkoztál törpillával a mosdóba? Wow, mert... mosdóba, bazd meg. Nyilván. Mindig szexelnek a mosdóba az emberek. Biztos sokat szexeltek ma mosdóba a KDS meg az Ice. Már mi nem közösen, de mondom, adnám amúgy, hogyha egymást nyomnák. Hogyha melegek lennének, akkor nem bántanák a nőket talán. De ennyi pozitívumot látnék benne. Szerintem, hogy te mi vagy? Én csak elteszem, hogy Taylor Swift vannak. Csináltunk egy képet. Ilyen faszom, random emberekhez oda megy, hogy csináljon egy képet. Nincs is beöltözve konkrétan, csak van rajta egy ilyen fül. És őt is full kínos szituációba hozza. Igaza? Arra táncoltam előtt. A Hate Chris megint nagyon, nagyon izé volt. Igen, és ezt miért csináltad Hate Chris? Ja, mert meleg. Ó, jaj, ne. Valaki boldog életet él. Rontsuk el neki. Hogyha már én nem vagyok boldog, akkor bevágok ilyen szarokat a streambe. Könyörgöm, Hate Chris, mondd meg, hogy tudnánk téged boldoggá tenni? Tudom, hogy egy barátnő boldoggá tenne, csak az a baj, ahhoz tenni is kéne. De szerintem mondjuk az érettségi az egy jó lépés lenne felé. Most tartod már ezt a jégkását? Most tartod meg majd. Szia! Jézusom, ember! Annyira rossz interakció volt ez is, bazd meg. Egy rakétavetőt vágott be a Hate Chris, azért mert a srác meleg volt.
Konkrétan. Pont ezt akartam kérdezni, hogy milyen neved van? Ott megy a pokó, hé, miért nem veszed ki a kezéből és dobod a földhöz, hogy megmens az életét? Kedves Ice. Láttad az avatáros csajokat? Láttam. Jó nők voltak? Voltak. Ezt jelent, én csak ennyit mutatom. Találkoztunk velük. Áááá, XD, hihihuhu. Megnyalta a kezét biztos. Nehezen esett le neki. Nehezen esett le neki, vagy csak nem vicces, bazd meg. Ez nem jut eszébe soha a KDS-nek, amikor mond egy viccet és senki nem röhög, hogy esetleg nem volt vicces. Hát ez nem fordult meg még a fejébe. Milyen naív, bazd meg. Most te kajak az Ice-t? Igen. Nem, ő csak cosplayeli, ő csak cosplayeli, mondom. Mondj már valami Ice-osat. Mondjál már valami Ice-osat. Hú, de ronda ez a csaj, geci. Hát ez nagyon Ice-os volt, na, szépen megmutattad a fogad fehérjét. Megkérnek, hogy mondjál valamit, ami rád jellemző, amit itt te mondanál, egy ilyen Ice-os dolgot, ami te vagy. És az az első dolog, ami eszedbe jut, hogy fú, de ronda ez a csaj, geci. Gondolom anyádat láttad meg, vele is ilyen szépen szoktál beszélni? Most akartam érni, hogy viszonylag normálisan viselkedik. Hát, mindig el tudják rondani időbe. Ez kicsit kemény volt Manin, de a saját véleményem. Miért? Hogyha a saját magáról az vit eszébe, hogy csajokra azt mondja, hogy rondák, ez hányadik osztályos poén? Tudod, külföldiában szokták mondani, you kiss your mother with that mouth? Hogy anyádat is ezzel a szájjal csókolod meg? Ezt szerettem volna megkérdezni, igazából. Nem illik ilyet mondani, hogy fú, de rondá egy csaj. Vágod? Ezért kérdeztem meg, hogy az anyukájára is mondaná ilyet. Ez a Gabó stream, ez egy idiót élettelen faszopó köcsög. Gabó streamnek a kurva anyját, hogy ki faszom az a Gabó stream. Ez meg, aki még ezt beltette Gabó stream a nagy faszával ezeket az embereket, ilyen agyhalottak, hogy még el is hitték, azokat alapból nem kérjük a csetre. Ez a Gabó stream, ez meg egy élettelen köcsög. Hogy még farmolja a nézőket belőlünk, érted? Mert hogyha valamit az anyukádnak nem mondanál, akkor megsugom, lehet, hogy más nőknek sem kéne, mert nem illik. Erre szerettem volna rávilágítani. Azt mondhatod, hogy nem az eseted egy lány. Vagy az, hogy nem tetszik neked. De minek nézed, ha idegelt a kopasz nyomorék? Ezt most tőled is meg tudom kérdezni. Most, hogyha ilyeneket írsz te. Hogyha ilyeneket írsz, hogy kopasz nyomorék, akkor feltételezem azt, hogy te ideges lettél. Ideg állapotba kerültél az én streamemtől. Akkor mit keresel itt? Magadtól kérdezd meg, aztán zárd be az ablakot. Alt F4. Olyasmi. Ez nagyon elcse. Mondasz, hogy Manin a kurva anyádat. Nááá. Miért nem mondja azt, hogy Manin a kurva anyádat? Ez tényleg egy Ice-os dolog lenne amúgy. Legalább a srác tudja, hogy mit gondol az Ice. Amit az Ice nem mer kimondani. Gabó streamnek a kurva anyját. Mondasz, hogy Manin a kurva anyádat. Nááá. Ezt azért nem bífelek. Nem bífelgetsz? Kinek a kurva anyját? Manin. Nem szeretesz? Nem. Ice-től ezt várnám el. Az igazi Ice-től. Kimondjam? Na most kajak a izé vagy? Azt mondja, kimondjam! Geci. Bebújhatok a vízi köntösöd alá? Ugyan! Geci! Na jól van, jól megyünk. Én bebújok. Ne. Orra lelő, én orra lelő. Ez szexuális tartalom, ez már nem családbarát. Ja, igen, így van. Alapból se. Lehet egy képet veled? Lehet egy képet. Jaj, mindenkivel képet kell csinálni. Vagy hozzájuk jönnek képet csinálni, vagy ők mennek emberekhez képet csinálni, ami amúgy stream. Tehát igazából, hogy mindenkit átbasznak azzal, hogy csinálnak egy képet, mert igazából nem képet csináltak, hanem streamet. Ami meg hát videó. Hogy lettél ilyen magas? Mit tettél? Mi a kedvenc kaját? Mit tettél legutoljára? Ó, Istenem, geci. Szereted a gabonapelyhet? Mondj egy gabonapelyhet, ami legjobb. Jó. Édes Istenem, bazd meg. Szia. Ez mennyire kínos, ez női interakció. Na viszont az egy jó set. Lidl set. Use code Lidl, srácok, a Fortnite item shopba a Lidl kódot tudjátok használni, támogassatok engem. Köszönöm szépen, ahogy mondja az Ice. Mi az, Ruben? Van 100%. Rázulni random emberre, hogy az a Ruben. Mert színes a haja. De már nagyon régóta nem színes a Rubennek a haja amúgy. Mi? Semmi. Inkább nem ismétlem meg, mert remélem, lehet, hogy... Van esélyre egy pici rá, hogy nem hallottam.
Miért mondasz olyat, amit nem akarsz utána, hogy halljanak? Istenem, geci. Hallották, hallottuk, sajnos, kádés. Nem mindet hallottuk, szerintem voltak az rosszabb dolgok is, csak hát ugye nem kell a mikroport. Lehet ezért nem kell a mikroport, mert akkor minden hallatszódna. Két okos streamről kigyűjtött említések, na nézzük. Manin, unbannold ezt a fiókomat, légy szíves. Nézz a faszopó kopter, Manin. Manin mirrorozza a live-ot. Manin a legnagyobb fanotok. Mateót megette Manin, ninnam. Szevasz, kopter, Manin. Na, és ezeket kibasztáltok, ugye? Köszi. Mert ilyen mondom. Én kajakasz hittem, ma jön Magyarországra a Speed, de Romániában volt, és Csehországba landolt, ami azt jelenti, hogy Magyarországot konkrétan átrepülte. Telibe szarja. Jövő hét jön azért, mert holnap megy az EB-re, szóval Csehországgal könnyebb megoldani. Ott egy NPC. Kösd már bele. Miért? Most ez miért, Krisz? Ez tök jó poén szerintem, vágod. Majd nem az, amit a Krisz bevágott, az nem, az eddig se volt. Mi? Kösd már bele. Ez verekedés. Nem, nem azt mondtam, hogy üst ki. Csak beállok elé, figyelj. Jó. Kikerült, ugye. Bro, na, ez egy jó interakció volt, látod? Ez egy tök jó poén volt. Chill like that. Chill like that. Tiszta jó volt, San Andreasos volt. Ilyen tisztelem az ilyet, valaki lejön izé mondokóra, az azt mondja, hogy FBC. 97. Nem el van. Ne, jól szórakozik. Ez kurva. Hogy itten kívül én is jól szórakoznék így. Sőt, legtöbbször mi is ilyet ezt csináljuk, csak mi live-olunk. És így beöltöztél magadnak? Igen. Ja? Jó, akkor nem, azt hittem vagy valaki. Nem, nem igazán volt. Nem, ő nem valaki, csak hogy a két okos vagy, akkor látsz valaki. Hozzáért a farkához, hogy milyen puha. Wow. Megérte, teljesen tökre hozzá kellett érni engedély nélkül. Pejhes. Fogd meg, pejhes. Fogd meg. Most ez kajak az ánuszában van benne. Hát az ánuszában van benne, ezt itt mögöttek. Kérdezitek meg tőle, akkor bazd meg. Nem, mondom, hogy nem. Megkérdezem tőle? Nem, de nem most. Kérdezd meg, tehát nem hallják amúgy, amit mögötte beszéltek? Konkrétan mellette vannak, ez hogy nem hallja a csaj? Pántala van közötte. Hallod, hogyha megkérdezem tőle, megsértődik szerinted? Bazd meg 5%-on vagyok. Csak azt kérdezik, hova van atacsálva? Jó, jó, jó. Bocsi, egy gyors, egy kérdésem lenne, olyan kíváncsi vagyok, hogy ez a farok, ez amúgy hogy van rajtad itt? Vagy ez hova van itt felkötve? Van vágottam és a dolog. És együtt van a derekadra. És a ruhádon keresztül? De akkor a derekadra van egy övvel. Jó, azt hittem. Mert mást hallottam, hogy máshogy rakják fel ezeket a tartokat. Mindenki itt rakja fel? De vannak ki mondják. Hát a koron nem igazán viselhető, a másik koncepció, hogy így szokták. Hogyha tényleg azt hiszi, hogy bárki úgy menne el egy rendezvényre, hogy egész végig a seggében van dugva valami, akkor ez idióta. Nem is tudok mit mondani. Arra van a kiárat, viszont nagy bengörrel kell lezárjuk a streamet. Ott egy furry. Vele kell, hogy lezárjuk a streamet, és csak 5%-on vagyok konkrétan, szóval szerintem. Te vagy a furry király. Várjál, mit is mondtam a Földikre? Nem tudom. Nem tudjátok, mit mondott a Földikre a barátom? Azt mondtam, hogy utálom őket. Istenem, geci! Jó, bazzik. Erre nem tudok véleményt mondani. Azt várjátok, hogy erre mondjak véleményt. Hogy nem utálok senkit, csak érted, ezt kiprovokálták belőle. Úgy ki a nyelved? Még kék? Aha. Szia! Bro's trying to be speed. Oh, és ezt te mondod. Jaj, de kínos. Jaj, de kínos. Nem nekem volt a nevem Instán ugyanaz majdnem, mint a Speednek. Hát az volt a neve az Ice-nak Instán, hogy Ice Show Speed. Sőt, még lehet, hogy most is az neki. És akkor a saját haverjára mondja, hogy ő próbál speed lenni. Tesó, te vagy a legnagyobb speed klón, akit eddig láttam. Még most is az a neve, bazd meg. Egy igazi glézer. Így nyomja. Ustajon a Speed Magyarországra, én meg itt vagyok, és bocsánatot kérek! Hát már elvezd meg a következő, ezt nem akarom lenni point.
ott megy az avatáros csaj. Tudjátok, chat. Igen. Hallod, mennyi volt az avatáros csaj, azért kérdezzük már meg, milyen reakciója erre. Csetszi. Nem tudom, élik még. Hány száz rekom vagyok? Négy. Csak most sem lefáradtam, én már kurva meleg volt, egész nap utaztunk. De Kady, megmondom, hogy van, nagyon szeretem. Fuss, fuss, három! Három! És nagyon lassan sétálsz. Nem fogjuk utalni. Ez lesz a vége. Kettő! Kettő! Beszartál! Miért nem? Hogy szólják mi? Hogy szólják között? Szia, bocsi! Nem tudom, hogy kell. Na, lemerült. Nem lepett meg amúgy, hogy nem tudja, hogy hogy kell nőkhöz hozzászólni a KDS. Én voltam a Navi cosplayben. Ő volt az egyik Navi cosplayes lány. Az egyik srácnak kék volt a nyelve, valami szart, valamit evett, és azzal vicceskedtek a stream nézők, hogy biztos találkoztunk a WC-ben. Nagyon intelligens volt a két fiú. Az összes nézőkkel együtt mondhatom. Ez a véleménye az egyik lánynak, de amúgy kettő Navi cosplayes lány volt. Én egy másikkal is beszéltem, de arról most nincsen kép, mert az ilyen csoportban volt. Embereket zaklózott és árusokat. Árusokat lopott meg éli adásban a két okos a Mondokonon. Milyen leglepő, újabb botrányt okozott a két okos, ezúttal a Mondokonon alázták meg az embereket. Nincs ok meglepő abban, amikor a két okos a fiatal Sebestyén a Bunkó Balázs attitűdjét bajbolva, valami polgárpukasztó hülyeséggel próbálnak nézettséget generálni, de nem csináltunk semmit. Keci, ezt nem is értem, mi ennek a kiindulási pontja. Hiszen a ténykedésül első percétől kezdve ebben utaznak. Mi van? Nem tud írni. Csett, Bódi Dániel az az író? Bódi író. Dániel az az író? Író. Úristen, geci. Bebújok az asztal alá, ilyen buta lennék, az internetet nem merném bedugni a gépembe. Édes kurva. Fuck me. Ez idáig csak reméltük, hogy az ilyen jellegű tartalomgyártás poklában nem süllyed el teljesen a két okos, hogy meghúznak maguk előtt egy határvonalat, és nem próbálják majd meg egyre jobb kreténséggel liberálni saját magukat, mert ugye ennek az átka csak a... Tessék, most az egész, csak az egész Mondokonos live-ot végig fogom nézni, és keresünk egy alkalmat, amikor valakire ezért megaláztuk. Amúgy tényleg, így magunk ellen, hallod, így magunk ellen. Én meg fogom nézni az egész live-ot, te hülye. Mert ennek az átka csak... Hát igen, ez... Olyan jó. Égyelődött ez, mint a jó tej. Jó 10 éves tej. Mwah. Mennyei. Akkor lehet fenntartani a túljavó részt a fiatal nézőközönség érdeklődését. Amúgy ez is kurva vicces. Tehát, hogy na, titeket csak fiatalok néznek. Ez is, ez a kedvencem. Igen, de amikor meg jókat kell mondani saját magatokról, akkor meg az az egyetlen egy jó dolog, amit mondatok magatokról, hogy a gyerekek jó dolgokat tanulnak el tőletek. Tehát olyankor el lehet ismerni azt, hogy gyerekek néznek, amikor jó dolgokról beszélünk, de amikor meg arról van szó, hogy rossz dolgokra tanítjátok őket, akkor mi nem, akkor nem a gyerekeknek csinálják a tartalmat. Kicsit kétes. Szórakoztatással, nem. Csett, az író nem szeret. Ezt már rájöttem. Tényleg csak reménykedtünk benne, hogy a két okos számára ez átléphetetlen határval, de egyre egyszerűen acélja, látom, mondok olyan, olyan válik. Amelyek, ha valósak, akkor hamarosan bajnok esélyesként indulhattak Magyarország legkártékonyabb tartalomgyártói címéért. A hangos olvasás verseny nyertes, ez most nem ő. Hú, július 13-án ugyanis a két okos is kiment Magyarország egyik, hanem a legnagyobb főként animés rendezvényére, a nyári Mondokonra, ahol néhány havonta találkozhatnak és együtt megélhetik rajongásuk tárgyát a hasonló érdeklődési körű emberek. A Mondokonhoz a lítet is több szál fűzi, így pontosan tudjuk, hogy a hangulat szinte mindig nagyon emelkedett. Az anime rajongók, amúgy tényleg jó a hangulat, én élveztem. Az anime rajongók beszélgetnek, táncolnak, megölelik egymást, programokra járnak, beöltöznek a kedvenc karaktereiknek, fotózkodnak, játszanak, társasoznak, esznek, isznak, szóval próbálnak egy jót bulizni ezeken a napokon. Rakjátok fel az egész live YouTube-ra, nem rossz ötlet. A két okos Ice és KDS nyilván hozta a szokásos formát, azaz direkt másokat cukkolva masíroztak körbe a rendezvényen. Én ezt nem ér, én ezt karakter. Hagyok egy percet, hogy ez leülepedje mindenkinek.
meg ezt a live-ot. Megnézem az egészet, de hogy senkit nem szokultuk, az fix. Én ezt megéltem, ezt az egészet. Rakd fel, de Krisz, nem, most megnézzük. Na, itt, hoppá, azt nézzétek. Berakták a Steve-nek a kedvenc mondatát a chatre. Azt, hogy használja az ICE-t, jelentse fel a lead-et. Biztos megnyerni a pert. A teljes fotót, bazdmeg, hát én ezt nem tudom, hogy ebbe hogy lettek robotálni. Mi kimentünk a mondokorra, fotózkodtunk nézőkkel, megdicsértünk cosplayeseket, és ellopta egy gyertyát viccből, tehát egy balfaszfaj, de mindegy. De ez csak az alapállapot, a jéghegy csúcsa. Kétokos, több más tartalomgyártó szerint fiatal lányok fenekét videózták, cosplayereket aláztak meg, illetve, de nem utolsó sorban, loptak a helyszínen lévő árusoktól többes számban. Chat, ezek közül melyik mondat, történt meg? Ezek közül melyik történt meg? Chat, most... Ez brutális. Nem, ezek közül, chat, melyik történt meg, aki látta? Mindegyik. Hát egyik sem. Ja? Ó. Dolgot, még hogyha lenne benne is valami, ami át lehetne gondolni, nem tudom komolyan venni, mert ilyen fassalokat írnak az emberek, érted? A két okos azt találta ki, hogy okosban megoldják a reklámozást, és a GVH által meghatározottakkal ellentétes, azaz törvényben ütköző módon próbálják lemajmolni az árusoktól, akik között rengeteg kézműves alkotó is volt. Az egyik ilyen kézműves vállalkozás az Illat gyertyás Miamor volt, ahol két kedves eladó lánytól még mintát is kaptak ajándékul, de Kelemen Dávid és Tálas Máté jó hecnek gondolták, ha lelopják a boltot. Az egyik lány ki is szúrta a lopást, majd utánuk ment, hogy visszakérje a szajrét, amit némi, én nem loptam, közjáték után vissza is kapott. Van ez a kerámia cucc, alá kell tenni a mécset. Az orrom alá dö... Ez a klip, az animés közösség jó megmutatta. Látokos vállalatlattal alakítását. Mindenki látta így. Egyként lépett fel ellenük, többen már jelentették is az ügyet a budapesti rendőr főkapitányságon, de a mondokon szervező is megszólaltak, és biztosítottak mindenkit, hogyha legközelebb bárki bármilyen hasonlót csinál a rendezvényen, azt a biztonsági őrökkel fogják a kapukon túlra kísérni. A persze alika valószínű, hogy egyébként is botrányos kétokos nézettsége, vagy eladó meg is, hogy oké, ez már nem lényeges. Bódi Dániel. Jó. Basta. Ez valami eszméletlen. Nem lehet vagányabb lett volna egy kicsit végignézni a klipet és megmutatni a nézőknek, akik nem látták. Hát ha Edge-et használ... Mi a fasz? Edge Mentioned? Jézusom, miért? What the dog do? Edge-et használ. Úristen. Nekem azt jutta valaki csinálni, hogy azt mondd meg, hogy lehet két okos rossz ember, ha jobban vannak ilyen celebekkel, például Pogi, PSG, Jogli, Manuel. Ja igen, ezek is amúgy nagyon jó emberek, akik itt felsoroltát. Úristen, hagyjuk is, Jézusom. Gyerekek. Ezer ember előtt gyakorlatilag, ahol a cseten röhögtek rajtuk. Annyit láttál a cseten, hogy ment az XD, W, vagy mikor mi. Elcset. Nagyon csúnya dolgokat, nyilvánvalóan ezeket bannolták, mert hogy ők a héterek. És nyilvánvalóan, hogyha ez... Őszinte leszek, több ember van azok közül bannolva, akik... Sőt, a bannolt emberek többsége olyan, aki szidja azokat, akik a live-ba megjelennek nálunk. Ezeket próbáljuk kiszűrni. Videóval álljuk, no? De nyilván kibannoljuk azt, aki bazeg pedofilozik random. Hozzájuk annyit mondanak, hogy nem értem a viccet. Tényleg, nem értem a viccet. Abszolút nem tartottam viccet. Nem csak a viccet nem érted, az egészet nem érted, úgy látod, és szerintem nem is látta se. Nem látod semmit, ő nem érti, ő nem tudja, de én már láttam, szóval ezt a panelt, ezt már nem lehet puffogtatni. Publikus rendezvényre, ahol fiatalokat, felnőtteket, mert nyilván nem kérdezted meg senkitől azt, hogy hány éves vagy, hogy, mint, merre, megalázol több ezer ember előtt, vagy kurva ki... Nem történt semmilyen megalázás. Tanúsítom, hogy nagy csoportos óvodások is nézik őket. Múltkor elkaptam fél szemmel egy csoportot, voltak kb. 15-en, abban 3 nem úgy pózolt, mint egy két okos van. Jézusom. És ezt hogyan tudod, hogy két okos van az, hogy pózol? Így pózoltak? És ez volt a medő, hogy így pózoltak? Hogy mi? Megalmazásért. Akkor fejlek. Nem volt olyan ember, akitől ne kérdeztük volna meg, hogy na, csáó, te mi vagy, minek öltöztél? És akkor így elmesélt. De ez kajak egy bohóc. Kipróbáltuk az a cuccaikat, tudod? Az egy bohóc, azért mert elmondta véleményet ez a fickó. Szép. Nem tudom, hogy te mi vagy amúgy. Hogy oda mentél bohóckodni a mondokonra egy olyan helyre, amit amúgy se szeretsz, és oda mentél azért, hogy pénzt csináljál abból, amit nem szeretsz, és ott bohóckodjál olyan emberek között, akiket nem kedvelsz. Te mi vagy, tesó? Jó. Mert hiába törlöd rá. Ez olyan, hogy ezt a vodot letörölheted, de több ezer Twitch klip készült közben, ami... Nem töröljük le, publikál van a vod, azért... Le voltam úgy törölve tegnap még. Hogy az ilyen tudatlan emberek, mint ti, visszatudjátok nézni, és nekiforgassátok az egész történeteket. Na, pont ilyen tudatlanként néztem végig, és
Én mindig ugyanazt gondolom, mint a képen látható tudatlan ember. Meglepően. A fassággal. Pörög. Több csoportban már olvashattuk erről dolgokat, hogy nagyon-nagyon sok embernek egyrészt szarul jött. Arra én is beszéljünk amúgy, hogy karlendített az ICE. Simple question. Germany. Germany. Jó, scheisse, hi. Scheisse bad. What is it mean? Like, Zik Hill Hitler. Oh, yo, bro, jay. Sorry, sorry. Don't say that, okay. Okay, sorry. I'm so sorry. But if you add me on Discord, yeah. I won't say it anymore. Meg azt mondta, hogy a pedofilizmus az jobb, mint a rasszizmus. De a rasszizmus az még szarabb, mint a pedofilizmus. Vágod, még a pedofil vagyis a kislányokat szereted, az még elfogadom. Ilyen dolgok elhangzanak az ő streamjében. Hát, bazd meg, nem tudom. Nem értem, hogy miért kell ilyet mondani. És hogyha ez poén, hihihaha, poén, nem, ez nem jó poén. Tanulj meg viccesen mondani ilyen dolgokat, mert amúgy érdekes, hogy külföldön Dantes, aki egy LOL streamer, üvöltezik dolgozás közben, és olyan idióta dolgokat mond, tudom én, előző héten agyorugott egy terhes nőt azért, mert vesztett LOL-ba vagy valami, de ezeket úgy mondja olyan hangnembe, és utána mondja is, hogy ez poén. Vagy hogy izé ingém. Voltak olyan videók, amiket amúgy kurvára nevettem, de az, amit te csinálsz, Ice, az nagyon nem ez. Ez, amit te csinálsz, ezt rá lehet húzni, hogy poén, meg rá lehet húzni, hogy hihihaha. Sokszor nem úgy jön le, nem úgy jönnek le ezek, hogy ezek poénok. Én kontroversial témákban nem kéne megszólalni a csávónak, hát nem nagyon. Ki másrészt rosszul esett, és nem tudod azt mondani, hogy utólag kitakarjuk az arcukat, ez nem így működik. Azt már látták emberek, az egy beégett dolog. És nyugodtan el lehet mondani, yes, hogy ne legyünk hiperérzékenyek, meg ilyesmi. Nem az vagyok. Ez egy gáz dolog. Ez külföldön is gáz, ez itthon is gáz. Abszolút egyetlen egy pontjával se tudok egyetérteni annak, ami itt történt. A két srác csinálja azokat a dolgokat, amit ő szeret, és menjen azokra a rendezvényekre, ami neki szól. De ne menjetek már el azért egy rendezvény. Nem az, tehát... ami abszolút nem nektek szól, hogy ezzel hétet generáljatok. Nem, tehát hogy miért ne mehetnénk el csak egy mondokorra? Miért ne mehetnénk el egy mondokorra? De miért ne? Nem tudom. De miért mentél úgy oda, hogy már alapból olyan üzeneteket közvetítettél a nézőid felé ezekről a csoportú emberekről, akik itt voltak ezen a rendezvényen, hogy ezek ne, ilyen meg olyan emberek. Ezután miért mentetek oda? És tudta is nagyon jól az Ice, hogy nem ez, nem nekik szól. Minek mentek oda? Nem van ott mindenki öltöző. Én a One Punch ment, meg a Deathpoolt, amikor megláttam, én fura megörültem, hogy vannak itt jó karakterek, meg szeretem, érted? Miért ne nézhetném meg én ezeket a tagokat? Hát igen, áldozat, igen. Azért már olyan híres vagy, te nem mehetsz oda. Ezt kell levonni az egészből. Viszont nézzük meg azt, hogy mi a második bocsánat kérős live-juk. Mert hogy az előző az úgy volt, hogy na, nézzük azért, mondjuk le a következtetéseket, hogy hogyan volt. Tehát figyelj, mutatom, hogy alszanak közösen a fiúk. Itt volt a mondokon valahol, igen, mondokon, utána börtön, kamudráma, gyertya. Tehát börtön, gyertya, kamudráma. Itt volt a edzés, szalvét, ez egy KDS stream volt a kettő között, és akkor utána beszélnünk kell. Tehát majdnem közvetlenül azután, hogy kamudrámának hívták, utána csináltak egy bocsánatkérést, hogy beszélnünk kell. Hát nézzük meg, hogy mi változott ez alatt, az két nap alatt, mert nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy mi változtatta meg az ő véleményüket. Plot twist, semmi, csak muszáj volt bocsánatot kérniük, mert kurva sokan írtak nekik, hogy ez így nem jó, és akkor gondolják, hogy ha azt mondják, hogy bocsánat, akkor jobb lesz a dolog. Csak sajnos már nagyon sok szó kértek elnézést, és nem lett semmi jobb, nem változott semmi. Mondokonról már kilettek tiltva, de már nem mehetnek a srácok, meg a helynek ennek a standjaihoz sem mehetnek amúgy, mivel el lett küldve a helynek ennek a babzsáklopós felvétel is, és ott is meg lett mondva, hogy oda már többet nem mehetnek. Helynek ennek standhoz már többet nem is akarják látni őket ott. Végre most kettesben le tudtunk ülni testvéremmel, aztán át tudtuk beszélni a dolgokat, mi is. Úgyhogy ezért volt itt a nagy késés, már mondom, kicsit beszélgetünk stream előtt, de elhúzódott. Egy kis brainstorming volt most az utóbbi három órába, merre? Ezt nem lehet így tovább csinálni, srácok. Ez brutális amúgy, hogy mekkora ügy lett ebből a dologból. Aztán most erről akartunk amúgy beszélni. Nyilvánvalóan már mindenki tudja a történteket, nyilvánvalóan megint erről akarunk beszélni, most viszont utoljára, csak hogy tényleg most már mi is rá tudtuk beszélni, is tudtunk kommunikálni, és igen, most szeretnénk el utoljára. A YouTube-ra, és akkor így visszanézhető lesz az álláspontunk a dolgokról. Yes. Ja. Aztán, na mindegy, én gondolom... Ez amúgy nem a legjobb, hogy ők élőben csinálják ezt, mert azt nem lehet megvágni, ugyebár, és hát ezt látjuk. Muszájba jön a bocsánatkérés,
miután már előtte nap kettővel viccet üztek az egészből, hogy ég a gyertya, ég, meg a táncolt a gyertya körül az Ice, a KDS ott sem volt. Mint a Mondokonon, és akkor oda mentünk egy gyertyás pulthoz, ahova oda hívtak a lányok, és akkor ott poénból elvittem egy gyertyát, és akkor ezen van mindenki kiakadva. Amúgy meg... Hát nem csak ezen, remélem csak erről lesz szó. Teljes mértékben jogosan, szóval ott ez nem volt megbeszélve a lányokkal. Innen is a kellemetlenséget tényleg nem gáz szerintem bocsánatot kérni, mert az úgy rosszul jött le, főleg ha ezt nem beszélitek meg előre. És hát nyilván most az utóbbi pár napban azért én is így elgondolkoztam, hogy... Ó, elgondolkodott. Na tehát ez volt az, ami a mondósoknak a statementjük. És ja, hogyha legközelebb ott lesz a két okos, akkor valószínűleg el lesznek tüntetve onnan, több mint valószínű. Vonatkozik minden streamerre, nem csak a két okosra. Ha ilyen rendbontó viselkedés van, akkor ki lesznek baszva az illetők. Hogy így látva a reakciókat, meg látva így mindent, hogy amúgy, amikor tényleg top 1 streamerek vagyunk, és akkor ki szeretnénk menni, beszeretnénk mutatni egy eseményt, élőadásba megyünk, és tényleg egy ilyen olyan túlfűtött állapotba kerülök, hogy nekem tényleg az a én célom az életben, hogy szórakoztassak embereket. És ezt úgy kell csinálni, hogy megalázod őket, ugye? Úgy kell szórakoztatni. Tehát vagy magadból csinálsz viccet, vagy másokból. Ez a jó, nem? Chatnek a reakciójára is, melyek az, hogy én mit találok viccesnek, az, hogy mi poén, mi nem. És nekem tényleg azért élek, hogy van, amikor túltolod, hogy tudja. Jobb reakciókat válts ki emberekből? Tudja, aha. De van, amikor meg belefér, van, amikor meg nem. És ezt élőben, ezt a vonalat rohadt nehéz meghúzni. És tényleg, így ezen gondolkoztam el az utóbbi pár napban, mert nem tudom, szerintem ez a dolog, ez most ilyen úgy ért minket, hogy tényleg brutális nagy hullámú hét érkezett, és... Vajon miért? Kiderül? Amúgy azt is fontos kiemelni, hogy nagyon sokan meg misinformálódva vannak, szóval, hogy misinformálódva, igen, félreinformálva. Egy TikTokról, vagy egy cikkből meghallották, hogy lopás történt, meg stb. De én mondjuk ezért vállalom a felelősséget, mert nyilván ez hülyeség volt, nyilván én is tudom, hogy ez hülyeség volt, de mondom, amikor ott vagy több ezer ember előtt, próbálsz szórakoztató lenni, próbálsz kis prankeket csinálni, kicsit így tudod feldobni valamivel az adást, akkor néha összejön, néha nem. Mondjuk most pont nem jött össze, de ezt akartam igazából megbeszélni, hogy itt nagyon sokan egyoldalúan nagyobb... ezeket az információkat kapták meg. Ja, viszont azért nyilván nagyobb felelősséggel kell lenni, tehát mocskos sok szemszegeződik ránk, talán most a legtöbb, és ezért is kell, ha valami poén, akkor is felelősség teljesen elsütni bármit, nem hát átgondolni, nem egyből cselekedni. Ezt azért is akarom tényleg így elmondani így ezt az egészet, hogy ez nekünk hogy jött le, hogy például tényleg mentünk a Mondokonon, annyit láttunk, hogy kettő lány tényleg integet felénk, látták, hogy streamelünk, ismertek minket, és akkor oda mentünk bemutatni a termékeket. Nagyon sok ilyet csinálunk streambe, bemutatunk termékeket. Elkérjük őket ingyen, meg ellopjuk őket. Kipróbáljuk őket, meg ilyen kisvállalkozóknak, megnézzük a standjaikat, stb. Ez nem volt egy szerintem rendkívüli dolog. Oda mentünk, beszélgettünk velük, kicsit poénkodtunk, kicsit kellemetlenkedtünk, tudod, próbáltunk valami szórakoztatót rakni, vagy sikerült, vagy nem, de a végén ugye próbáltál beszerezni ugye egy gyertyát, nem nagyon kötötték az ebet a karóhoz, nem akartak adni gyertyát, és akkor tudod, erre a kontrasztba gondoltam vicces lenne, akkor figyelj, zsebre teszek egy gyertyát, azt akkor annyira könyörögtél érte meg minden, elég csak, hogyha leveszed innen, és akkor elsétáltunk 10 métert, Ez a jó üzenet. Jó üzenet a gyerekeknek, hogy elég levenni, hogyha nem adják oda ingyen. Tünk egyet, és akkor utána meg visszafordultunk, hogy na jó, tegyük vissza igazából. Aztán ez tényleg mocskosul, mert annyi ember a közeli körömből is... És arról nem fognak beszélni, hogy amúgy a csajnak konkrétan így mondogat, hogy add meg a számot, hogy ki tudjam fizetni neked ezt a stresszt, meg ilyenek. Arról nem fog beszélni? A csaj ment utána konkrétan, bazd meg. Utánuk ment a csaj. Miről beszél? Ez így, hogy van hazugság amúgy, KDS.
az kibaszott manipuláció. Kurvára nem így történt. A csaj ment utánuk, és még akkor is baszakodott fel, hogy a füled mögött volt a gyertya, meg akkor kifizetjük neked ezt a stresszt, meg akkor mondják, hogy keseppen fizetik ki. Magyarországon nincs is kesebb, baszd meg, ez is csak egy undorító poén volt. És hát kevésbé undorító, de nyilván ez is csak baszakodás. Tehát így, oh, Istenem, baszd meg. Felém azzal, hogy tényleg nekem szándékomban állt ellopni ezt a gyertyát, mert ezt látták, szóval nyilván a live-ot azt nem látták, de a újságcikkekben meg ezt látták. Aztán így ez így szarul jön ki. És ezt akartam elmondani, hát szerintem aki tudja, azért sok hülyeséget csinálunk, de annyira nagyon hülyék nem vagyunk, hogy szerintem egy élőadásba tényleg hazavigyek egy gyertyát, meg annyira nem szorultam rá, és én azt... De annyira viszont voltatok hülyék, hogy élőadásban ellopjátok a babzsákot, és nem adjátok vissza, hanem random embernek odaadjátok, és nem került vissza. Ezt a helyneken leírta, hogy nem került vissza az a babzsák. Tehát nem tudják, hogy hol van, viszont feljelentést nem fognak tenni, mert nem olyan értékes a tárgy. Is szeretném megemlíteni, hogy én már ott is a lányoktól, hogy mondjam, én már éreztem a kellemetlenséget, hogy arra már voltak így beszélgetni, voltak arra, fogékonyak voltak, hogy beszélgessünk, kicsit poénkodjunk, de amikor már elvittem a gyertyát, az már rosszul esett nekik, és ott is akartam például. Hát ott egyből vissza kellett, ott egyből vissza kellett volna fordulni. Kompenzálni akart valamivel, igen, pénzzel, mert azzal ki lehet fizetni a stresszt az embernek. Te soha egyből azt kellett volna, hogy visszafordulsz, izé. Jó, mentünk 10 méter, szerintem az annyira... Gáz volt a szitu, figyelj, tesi. Annyira nem volt para. Na? Nagyjából elmondta az egészet. Lényeg a lényeg, srácok, cink volt. Amit itt írtak, az nagyon nagy. Egyáltalán nem akarnak valóban reflektálni önmagukra, ez is csak egy tudjuk le a kötelezőket jelenet. Soha nem fognak előre gondolkodni, semmilyen szituációban, és a közönség szórakoztatása soha nem lett magyarázat erre. Minden szituációból próbálják kihozni utólag magukat a legpozitívabban. Szánalmasak, életlenek és nagyon buták. Így van. És hát meg nem is érdekli amúgy, csak írják, hogy Speed Magyarban van. Mit csinálnak? Hát arról volt szó, hogy közösen mennek a Balázs Kicksbe. Hát mit csinálnak? Nem azzal a célra mentünk ki a Mondokorra, hogy ott bárkinek ártsunk, bárkit lehúzzunk, vagy megalázzunk. Úgyhogy ha valaki viszont így érezte, attól ténylegesen mélységesen elnézést szeretnék én kérni, mert egyáltalán nem ez volt a cél, hogyha valakit megbántottunk, attól elnézést. Most a Miamoros lányoktól is, hogyha hát cing szituációba kevertük őket, ott a pultos lányokra értem ezt, azért is sorry. Innen, amúgy mi minden jó indulattal mentünk oda, meg próbáltunk valami hülyéskedést csinálni a live-ba, de hogyha rossz jött le, tényleg bocsánat. Mert amúgy nem ez volt a cél ezzel, az egészen, hogy oda mentünk, de szerintem azt így... Valójában nem kellett volna kimennünk a mondokorlatosra. Nem kellett volna kimenni. Nem kellett volna kimenni, de azt tudni illik, hogy ebben a hónapban csináltunk lovaglást, csináltunk... mit csináltunk? Most jó, ezek a hónapnak kicsit az is volt így a menet, hogy olyan dolgokat próbálunk ki, meg olyan helyekre megyünk, ami távol áll tőlük. Igen, a lovaglás vegánzi. Voltak tavaly is, tavaly elmentek, tavaly is távol áll tőlük. Mi változott tavaly óta, hogy elmentek most is? Engem ez érdekelne. Amúgy a lovaglós live-ot azt nem láttam, de... Hallottam, hogy megszavazták a nézők, hogy a lovaglás amúgy nem is sport. Tehát ott is ez volt a big meme, hogy igazából kipróbálják, de valójában ez nem sport, és hogy gáz dolog, vagy nem tudom, hogy igazából mi volt ezzel a cél. Akkor lehet, hogy tetszik neked a lovaglás amúgy. Aha. Attól még nem sport. Aranyos. Igen, de na, mindegy. Oda a mondokon is ilyen távol állt tőlünk, és amúgy én meg full... De oké, attól még elmehetsz úgy, hogy... Tehát, hogyha a szüleid megtanítottak arra, hogy tisztelettudónak kell lenni az emberekkel, akkor nem lennének ilyen problémák, szerintem. Az én szemszögemből ott helybe kamerán máshogy jött le, de én el voltam ott, és élveztem ezeknek az embereknek a jelenlétét, mert tényleg én, hogy mondjam, kíváncsisággal kérdeztem meg azt, hogy kicsoda, ki micsoda, én el voltam ott, én úgy gondolom ezért. Kíváncsisággal kérdeztem meg, hogy ki micsoda, meg azt, hogy utálja a Főriket esetleg. Nem, úgy tényleg úgy értük meg, hogy jó volt, és hogy utána nem mondtuk azt, utána hogy... nem volt az, hogy fú, bakker, most itt azért, ez necces volt. Hát azért ez a gyertyás, ezt éreztük, de úgy unblock nem, de tényleg akit ott megsértettünk, bárki, cosplayes bárki, nem ez volt a cél, de tényleg nem. Viszont azért az engem őszintén vagyok eléggé fejlődik,
minősített, amiket ebből lehoztak meg, hogy ezt eltúlozták, mert azért ez bőven... Szóval akkor te vagy az áldozat? Jól értelmezem? Túlozva, tehát hogy nem, már harmadik streamjel beszélünk róla. Tehát ahogy az újságok... támadás. Hanem ahogy... irányított támadás. Mekkora fordulat, hát megint ők az áldozat, bazd meg. Hát ez hihetetlen. Újságok lehozták, vagy ezt az újságírók lehozták, szimplán azért, mert nem szimpatizálnak velünk, és... Szimplán azért, mert nem szimpatizálnak veletek. Az újságírók azok minden szart lehoznak, bazd meg. Ti meg híresek vagytok akarva akaratlanul, mondjuk valószínűleg akartátok, de lehet, hogy mi nem. Le fogják hozni, hogyha fasságot csinálsz. De hogyha meg jó dolgot csinálsz, azt is ugyanúgy le fogják hozni, mert amúgy azt is lehozták, amikor leellőztétek a dövijárt, és gratuláltak nektek. Csak erre nem emlékeztek, mert ugye áldozat pozíciót sokkal könnyebb felvenni, és azt mondani, hogy jaj, az újságírók irigyek ránk, meg utálnak minket, meg így, meg úgy, de ugyanezek az újságírók megírták a jó cikkeket is, amikkel nem foglalkoztatok. Tényként vettek anonim Facebook posztokat, meg véleményeket, az szerintem a legalja volt. Hát mondjuk tényként azért azt lehet venni, amit láttunk a képernyőn, hogy megtörtént, és én azt veszem tényként, és le tudom vonni a következtetéseket a tényekből, hogy tiszteletlenek voltatok, kurva nagy faszfejségeket csináltatok, nyilvánvaló, hogy egyáltalán nem bántátok meg. Ennyi következmény után szerintem nem az lenne a minimum, hogy csináltok róla egy normális videót, amiben reflektáltok ezekre, vagy esetleg mondjuk abbadjátok a videózást, menjenek el az meg 3 hónapra Bahamákra valami pszichológussal, akit kifizetnek a sok pénzből, amik van nekik, mert ugye milliómosok, ugye azt is mondták, tehát ugye egy pár hónap ezelőtt meg csórók voltak, tehát éppen ami. Pihenjenek, csak tanuljanak meg viselkedni, könyörgöm, és jöjjenek vissza megújulva, hozzák ide a béke szigetét nekem, vagy tudja a faszom, csak tényleg változzanak meg. Ez lenne a legjobb, hogyha jó irányba meg tudnának változni, és nem kéne erről beszélni, hogy mekkora idióták. Mert ez már szörnyű, bazd meg, hogy minden héten csinálnak valami fasságot. Meg az, hogy azt állítják, hogy mi ott lányok fenekét hidóztuk, stb. Megtörtént. Úgy szinte legalja volt, tehát abban a részen pedig az eléggé fel is idegesített, viszont azt látni kell, hogy egyébként ez tényleg gáz volt. Tehát most itt visszanézve a történetet, tényleg nem volt ez valami jó meg példamutató, és ezt el kell ismerni, és tesi felelősséget kell vállalni, mert mocskosokan néznek minket, fiatalok is vannak a közönségben, nem kevesen, úgyhogy figyelni kell a viccekre, tesi. Figyelni kell a viccekre. Ez ennyi? Így van. Ez ennyi? Nem, én egyetértek, elmondtam a véleményem igazából. Szemben tiszta, meg csak el kell venni a modit. Viszont mit lehet. Akartam mondani, hogy én ezt... Na, Seven Crystal, el kell venni a modit, most mondta az Ice. Ennek ellenére mai streamben együtt kempingeznek. Jól elvették tőle modit. Le kell szögezni, hogy minden ember máshogy reagál le dolgokat, meg lelkileg máshogy dolgoz fel. Amikor én ott voltam kívülről, ez egy teljesen ártalmatlan dolognak indult, szóval, hogy szerintem azért ez se fizikailag, sehogy már mint a gyertyásoknak úgymond nem ártott, és egy ilyen, tudtunk volna csinálni egy ilyen, hát balul elsült, de ilyen gagyi poént ezzel, aztán igazából azért gondoltam ezt ott így helyesnek, de ilyen szarul sült el. De szerintem, vagy nem szerintem, pedig egyébként jól is. Már nem csinálnék ilyet, és azt is mondták egy csomó, hogy ember, ha egy idegenhez odamész, akkor ugyanezt csinálnád? Mert mondtuk, hogy Oglinál is poénkodtunk ilyen Balázsnál is. Akit úgy gondolunk, hogy mi nézünk, azt nem idegennek tekintjük, hanem azt már valaki olyan embernek, aki már valamennyire ismer minket. Szóval, hogy mi nézünk. Mi? Nézőknek beülünk az autójába. Ja, jó, úgy. Beülnek a néző autójába, az jó ötlet, srácok. Bár szerintem nem mindig. Felülünk a... Múltkor voltam elektromos rollerükön nézőknek, szóval, hogy egy picit már... De most itt is csak összemossa dolgokat, hogy most úristen, azok a lányok biztos nézők voltak, és akkor így úgy állnak hozzájuk, hogy akkor el lehet lopni tőlük. De amikor a vásárba loptak táskát poénból, és akkor a tag már full ki volt, meg mondta a KDS-nek, hogy amúgy valaki mástól lopott volna, akkor az beverte volna a képét. Ott ugye nem néző volt, meg az ízése néző volt a helyneken a stand, ahonnan a babzsákot ellopták, ott sem azért volt, mert hogy úristen, már ismerjük egymást, és akkor lehet játszogatni, hogy jaj, poén, lopás. Közelebbi connection-t érzünk velük, aztán hogy... Gondolom, a helyneken nem ilyen kurva közeli volt a kapcsolat, hogy elloptátok a babzsákot. Én nekem úgy jött le, hogy ők nézők voltak, de akkor igazából nem feltétlen, csak szerettek volna szerepelni a live-ban. Ja. Egyébként ez jól is sületett volna, csak mondom, itt a contentért túl voltak tolva pár dolog, de főleg egyébként ez a lopás. Viszont ja, szerintem most ez így
így el lett mondva nagyjából a véleményünk a történetekről, még írhattok dolgokat, így nem lett még így kimondva a véleményünk, de az, hogy Cingre sikerült, az nem kérdés, túl is lett tolva, de vagyis túl is lett hype-olva a szituáció, de szerintem megért még, hogy most megéri még, hogy most beszéljünk róla utoljára, meg hogy tiszta vizet öntsünk azért a pohárba. Meg én tényleg még utoljára elnézést szerettem volna kérni itt a mondokonosoktól, hogyha valakit ott megbántottunk, mert őszintén nem ez volt a cél. De gondolj bele, kimentünk, én azt éltem meg, most oké, vannak jelenetek, de hogy én azt éltem meg, jazz dance-eltünk, fú, jól éreztem magam, beszéltünk egy csomó cosplayerrel, aztán ott is, hogyha, ott meg úgy gondoltam, hogy ott nyilván mindenki be van öltözve, arc és... ott arc is név nélkül, szóval, hogy... Aha, tehát akkor nem volt arca mondjuk annak a lánynak, azért meg kék volt az arca, azért nem is felismerhető. Szerintem encsántolt az agyát, vagy nem tudom az, hogy lehetséges, hogy ezt gondolja, mert hogyha valaki más ruha van, akkor nem látod az arcát. Hogyha valaki Cingnek gondolja a szereplést, de pont maszkba volt, akkor szerencsére nem tudódott ki, hogy ki. Na mindegy, szerintem ne húzzuk ezt a témát az örökkivalóságig. Szerintem sem, mert az Ice megpróbált mondani valamit, a KDS meg csak elrontja. Itt szerintem ne lehet zárni. A lopás ténye sajnos az így megtörtént, és nagyon unlucky jött ki ez a szituáció, ezért tényleg elnézést szeretnénk kérni ott a pultos lányoktól, akik ott voltak a standnál. Dupla V. Még valami gondolat? Nekem nincs. Elmondtál mindent. Hát nézzük nem. A izét, Speed Live-ot. Vagy felmegyünk gyorsan Pestre. Menjünk fel Pestre. Addigra lelöfi tesó. De most az előbb mondtátok, hogy nem akartok oda menni kellemetlenkedni, nem? Megnéztük a bocsánat kérést. Hát inkább nem kellett volna bocsánatot kérni, hogyha ilyen gyengére sikeredett, de jóan igazából elnézést kértek. Mit tudunk tenni ez ellen? Majd biztos sokkal jobban fognak figyelni a jövőben ezekre a dolgokra. 1000%, hogy jobban fognak figyelni, és mostantól jó fejek lesznek mindenkivel. Hussoljatok már, geci, mi van abban, hogy leírom többször, hogy elolvassam Anin. Igazat írok, geci, miről beszélsz, bazd meg! Te mi a faszról beszélsz, geci, na gyertek és üssünk össze, annyira nagy a szátok, bazd meg, bífeltek, geci. Figyelj, Krisz, szerintem itt meg az esti kakaódat és takarodjál aludni, bazd meg. Szia Manin, ha elfogyott a manit, csak szóljádon ételek százat, majd amit lesz, majd elszórjád, de ami a lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be, kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerület.